de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es le róla. Na csá! Hello everybody! Szevasztok, srácok! Bocsánat, most kell beállítanom a webkamerát, mert eléggé busted. Right, és akkor egy picikét talán a fényerőből lehetne elvenni. Aha. Szerintem így pont jó. Nem az ajkamat szoktam nézni, van amikor így kirúzsozza konkrétan. De úgy nézem, úgy néztem ki, mint egy halott konkrétan. Na! Szevasztok, srácok, kellemes húsvét ünnepeket mindenkinek, remélem, hogy jól vagytok, megvagytok, Alan Jackson is back, baby. Leettem a pólómat, szóval ott látjátok, de szerencsére ez itt nagyon kapóra jön, tricky, tricky, csak ezért van ez a mikrofon, csak ezért ilyen nagy, hogyha leeszem, mert általában ott teszem le, akkor ugye ott faintság van. Na, úgyhogy üdvözlök mindenkit, srácok, picikét még betegem, tehát hogy kezdek már azért jól lenni, az egészetem ezzel telt, jó? Tehát nyomtam az ágyat tulajdonképpen, ez a légúti szar, felső légúti járvány, ami most van, mert azért most van sok helyen, elkapott minket is, hál' Istennek először Martinát, aztán utána én is belecsúszantam, hál' Istennek. Úgyhogy ilyen takony szívások sajnos undorítóak, én tudom, de valószínűleg néha lesz ilyen, mert egész egyszerűen ezt nem lehet kifújni. Tehát ez pont az a kategória, ami ott van hátul, és akkor nem tudsz olyan mással mit csinálni, nem tudod azt mondom fel, nem tudom mit csinálni, fel fröcsögni, vagy én nem is tudom, hogy mondjam. Úgyhogy ez lesz, hogy mi lesz a mai napon, azt én még nem tudom, nem is tudom, hogy ki lesz elérhető és ki nem a bandából, valamint ugye nyilvánvalóan a leírásban Nerdwise roleplay szerveren játszok még mindig, still. Úgyhogy, hogyha érdekel, akkor lent van a Discord meghívó a leírásban. Valamint még egy fontos információ, az az, hogy elmaradt ugye tegnap a Patrick, úgy hogy van most, Patrick X Isti, vagy én nem is tudom már mi annak a csatornának a neve. Így már kicsit olyan hülye hangzik szerintem, így már egy Patrick X Isti. Így már kicsit sok, igen, Patrick X Isti. Na, jó, totál másra mentem rá, szóval elmaradt a podcast. Én is beteg voltam, de nem is olyan beszéltünk, megmondom őszintén a héten arról a Patrikkal, hogy akkor most hogy legyen, mit legyen, meg ahogy néztem Instán, meg küldte nekem, elég elfoglalt volt most az autó mosóval, úgyhogy jövő hét szombaton érkezik valószínűleg a következő epizódja a podcastnek. Úgyhogy ezért nem volt Pizza Gaming, üdv a 100 kiló túlsúlyosok között, írj nekem egy e-mailt, és akkor kapod is a meghívót. Nyereményjáték ma nem lesz, srácok. Ennyi, igazából. Sajnos az most nem lesz. Azt mondja, hajas, elkaptam tőled streamen keresztül, apa, halálomban vagyok. Persze, de amúgy te neked se lett volna olyan, olyan annyira nehéz elkerülni ugye a munkádból adódóan se, úgyhogy ez ilyen. Szerintem mi amúgy Szlovákiában, vagy hogy ne legyek ilyen sértő, bántó felvidéken kaphattuk el. Nem tudom. Martin is ugyanez a szarság van a torkában is, az nagyon jó, akkor az azt jelenti, Martin, hogy te még az elején vagy, úgyhogy majd holnap utára megszűnik a torokfájás, jön az orhang, meg a köhögés pár napra rá, úgyhogy én is túl vagyok rajta, úgy mondom, most már kezdek tényleg kijönni belőle, a hangomon még egy kicsit hallatszik, meg taknyos vagyok még egy kicsit. De alakulni fog ez. Közben Pizza King, köszönjük szépen a subgifted boy. Thank you so much! Na, akkor szerintem indítsunk rá a game-re, shall we? Mert most már 14 óra 5 perc van, ilyenkor már megszokott lenni a resi. És akkor megnézzük, hogy mi van. Hát nyilvánvalóan szokásos köröket fogjuk lefutni, ez azt jelenti, hogy fogunk a bolttal foglalkozni természetesen. Én azért annyit tudtam csinálni egyébként, hogy ilyen kett környékén talán beloggoltam. És akkor töltöttem egyet, valamint tegnapi nap folyamán voltam, és raktam ki egy csomó melót, meg töltöttem is egyet. Úgyhogy nagyjából azért figyeltem erre, nagyon durva, tegnap már teljesen készlethiányos volt a bolt, illetve a kasszában van már 8000 dollárunk amúgy, én csak mondom. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha jönne ma megrendelés azoktól az ilyen másik cégektől, akik ugye engem megkerestek már, akkor azt tudnánk is teljesíteni. Egyébként a mai napon, ha jönne ilyesmi, mert most ugye megvan most már a keret rá. Ugye ez a lényege itt. Ugye,
Cigire rá sem néztem 3 napig, geci, pedig az állam nagy szó. Ja, nem is írtad addig, geci, azt nem tudom, miért mondtam, bocsánat, elnézést, mert csak én láttam oda. Hát az a baj amúgy, hogy bárcsak én is így lennék ezzel, tehát hogy bárcsak én is úgy lennék vele. Na, lesz képünk, jó. Bárcsak én is úgy lennék vele, hogy nem akarnék ránézni se. Az a baj, én a köhögések közepette is képes vagyok amúgy dohányozni. Alapból nem jó a dolog, illetve most már annyiba jó vagyok, hogy legalább a cigit már nagyon-nagyon keveset szívok, most már csak tereázok javarészt, úgyhogy... Úgyhogy that's that! Na! És amúgy hajastema leszel? Vagy mindegy, majd meglátjuk, gondolom, ugye? Az meg ott ki a fasz. Nézd a telefont először is, sőt, a nagy lófaszt először is, Tog ID, mert nagyon idegesít, ha látom, és streamer mode activated, let's get it done. Nem... Dániel, egyáltalán nem csak te kaptad el, most mindenki benne van. Most volt valami iskola, ahol, vagy óvoda, azt hiszem, ahonnan tömegesen vették ki az emberkéket. Amúgy a kocsink az jó szarállapotban van, mikor tört ez meg ennyire? Ja, tegnap, igen. Ó, bazzok, akkor el kell menni szereltetni, mert ez gatya lesz. Ez gondolom már most csökken. Így van, csökken, úgyhogy már most megyünk is gyorsan a Brights-ba. Nem tudom, mennyibe fog kerülni megjavítani, mert amúgy KP-ing nem sok van. De majd kiderítjük. Megyünk szépen gyorsan. És közben nagyon Pizza King még 5 subgift. Figyelj tesó, hatalmas nagy champ. MVP. You're the fucking MVP right now. Az gyönyörű volt is, bánom. Úgyhogy megszereltetjük a kocsit, mert az autóra mindenképpen szükségünk lesz szerintem a mai nap folyamán. Úgyhogy tényleg nem tudom, mi lesz ma. Majd meglátjuk, srácok. Meglátjuk. Nem tudom, hogy leszek. Aha, lesz a keleti. Nagyon jó. Akkor valamit kitalálunk majd. Hogy mit még, azt nem tudom. De... Le lenne elképzelésem. Tehát, hogyha mondom, az a... Majd meglátjuk. Valaki már hívott engem tegnap, csak tegnap tényleg csak annyira akartam felugrani gyorsan, hogy meglegyen az árutöltés. És aztán jöttem is el, pedig engem hívogat az a Carter, és az a baj, nem tudom, ki már az a Carter. Enrique. Az a Ruiz? Vagy az... Was good. Hú, de ezt nekem nem Ruiznik? Nem, az a baj, ez a... Ez a kontaktmegosztással az a baj, hogy úgy menti el, hogy Erike telefonja, Carter telefonja, és nem írok hozzá ugye semmiféle plusz infót, hogy amúgy ki a tököm is az, aki engem keres. Na miért, úgyhogy srácok, ja, most ez a járvány van, túl lehet élni egyébként, de azért komoly kis köhögési rohamok, tehát jó kis lejmadag, jó sós, ahogy az kell. Hopp, már elment a hűtő. Jaj, oda érek! Jaj, de rohamos tempóba megy! Móni! Nem fog odaérni. Ennyi, meghalt. Kész. It's dead. Nem baj, legalább nem kell messziről behúzni. It's fucking dead. It's dead, alright. Nézd, ott a híd másik oldaláról, bazd meg. Hát odáig kellett volna csak kibírnia. Oh my god. És, ja, legalább le tudom tolni. Az mondjuk egy jó dolog. Na, engem már hívogatnak olyan emberek, astom kik. Hopp. Gyerünk, fel tudod tolni? On the curb! Yeah, just like that. Kitűnő, jó. Hát akkor the fuck are you? Get the fuck out! Az mit csinál vajon? Na nézzük, mi lesz itt. Hello! Hát figyelj, pont most rohadt le a verdám. Gondolom bevontatni nem tudsz? Úgyhogy hát hívnom. Hát azt nem, jaj, úgyhogy hívnom kell egy szerelőt, az kész. Vagy hogyha a fiatja azt megteszed nekem, akkor átgurulsz hozzá, akkor tudsz nekik szólni. Oda megyek pontosan. Right, hey, right, kösz. Alright, kösz. Viszlát. Hello. Na milyen kis kedves Vice City-s inkben az emberke. Addig elszmókolunk egy cigarettet, ugye just fine, nah. Jézusom, Pizza King, azért figyelj, ne verd már magad költségekbe. Azért az már most hogy vagy? Most amúgy a subgift az hogy megy? Az teljes áron működik? Vagy hogy van az? Ugye akkor csak olyan, ha megvennéd nekik, nem? I guess. Komoly vagy, tesó. Jaj. Hello. Lerohadt. Lehá. Csá. De már intézzük. Van a Ledo Premium szárított marihuanája? Hát figyelj, a speciál nincsen. Figyelj, izém van. Next Dimension jointom, baby. Ennyi. De amúgy azt hiszem lehet, hogy van valami egyébként. 2 darab? Valami ilyesmi van. Csak nem nálam most. Megvenném. Már a jointot vagy a premium lófaszt? A premium. Premiumot. Mennyibe vennéd darabját, tesó? 150.
150, oké, okay. Figyelj, hát akkor figyelj, dobok egy izét, jó? Dobok egy kontaktot, boy. Én is dobok egyet. Ezzel nem tudom, viszont nem tudom mikor jutok hozzá, de majd valamikor biztos, várja. Küldtem én is egy kontaktot. Az nagyon jó. William? Igen, igen, igen. Oké, okay, elfogadta, megpróbálok emlékezni is a számod. A SMS-t, hogyha dobnál még, azt megköszönném majd, hogy mi is van. Mert ezeket én elfelejtem. Halló. Na jó, van, akkor hagyd itt a faszomba, tesó. What up, keleti? Kicsi barát, mi helyzet van? Fél tesó, lerohadtam, maga a kocsi nem bírta, konkrétan ilyen izé, 50 méterre a Brightstall faszi. Tiki. Yes. Figyelj. Akkor mindjárt elgurulunk a Bright fele izé Enikével, mert jön ide ő is. Alright, hallom, neked is jó hangot tesó, jó van, jó van. Hát kicsit meg vagyok baszva. Oké, okay, oké, okay. Hát akkor fia Brightsnál, Tali. Kés, hello. Alright, csöcsö. Dobjál már akkor egy teljes számot, és akkor írok. Jó napot magának, van prémium szárított marihuanyája. Geci. Jaj, nekem van, nekem nincsen. Ó, de jó. Hát, ja. Hogy hívják? Engem? Igen, igen. AJ vagyok. Ja, megvan. Jó, de tényleg nincs sok, tehát hogy mit tudom én, max 2. Ja, jó, jó. Nem baj, az is jó. Írd már le azt, hogy izé, hogy az a szállított lófasz kell neked, aztán akkor tudni fogom. Alright, így már akkor vágni fogom, tesó. Amint a kezemet izé rárakom, akkor izé hívlak is, jó? Rendben. Okay. Meddig vagy amúgy még a városban? Leszek még, alright. Jó, easy. Lassan másfél év győző, komoly vagy tesó. Komolyat mész. Ki vagy? Na jó, hát guess. Nem váglak most. If you're waiting, most az a csávó vajon szól, te vagy, nem? Ja, vágom. Ki tudja, kajással kezdek lenni. Vissza vagyok a 8.35 egy bicikli kikérő, és itt vagyok a híd lábán. Itt állok, itt megválok akkor. Itt van, igaz? Igen, vissza. Gyere. Nem lent. Itt vagyok a bicikli kikérőtől, nem messze. Vissza. Rendben, vissza. Füves cigiel van a ledó? Az van, tesó. Mennyi? Kettő darab. Darabja? Hát mennyibe megy ez? Fogalmam nincs. Fél százasért hát tiéd darabja. Jó van. Az jó? Jó. Jó van. Na mi a helyzet, tesó? Sikerült valakit intézni? Hú, nem sajnos. Nem nagyon? Nem. Na majd akkor majd fölhívom őket, az kész. Ennyi. Ez a baj. Várj, akkor 200 dolcsi. Yes! Tessós. Alright. Kérhetek tőled egy szívességet? Gyere már félre. Most nem menj félre. Én. Aha. Itt a kék. Menjek mindjárt. Alsugat. Oké, okay, kösz. Mi a kedvenc számod, tesó? 20-as. Alright. There you go. Gyere, arrébb te. Akkor Istenem, akkor... Kedvencek... Jaj, nem itt van, hanem a szolgáltatásokban van. És akkor Bright Mechanic. Na mi ez a gang amúgy itt? És mindenki idejön egyébként, így hirtelen? Így most ez, nézd meg már, ezek hanyan vagyunk itt. Még föl van rakva, hát ez a baj, hogyha lerohadsz amúgy. Streamben. Meg remélem van Brightsos fönt egyáltalán egyébként, az is egy érdekes kérdés, majd meglátjuk. Picsit még mindig ki van égve a facecam, nem? Just a little bit. We do something about it. Azt mondja, hogy nem, we don't do anything about it. Mondja, hogy picit így még ebből így, much better, I like that, valaki írt nekem. Ilyen gyorsan megszereltek. Nem akarsz el menni innen? Ahogy igen. Mindjárt megyek. Fent vágod, a szívemben nem értek semmit. Jó, úgy meg tudom osztani a helyzetet, meg tudom. Te mégis él. Gázmaszkosok DC.
Már telibe, ha szerintem azok kb. Uralják az egész kurva várost. Igen, van egy olyan érzésem, azok mindenhol ott vannak. Főleg nem valami 450 darab. Lehet Endre, leszarom, figyelj, odaadtam neki. Hát most nekem legalább lett egy kis cash-em belőle, engem nem érdekel, hogy mennyi. Nem tudom, hogy a, nem tudom mi az ára, tényleg fogalmam sincs. Boltba lehet, hogy annyi. Nem tudom, nekem nem kell, én nem akarom szivogatni, mert engem idegesítenek ezek a izék, vibe-ok. Így van ilyen füves izé, sütim. Azt viszont lehet, hogy lepasszom neki, azt a csávótól kaptam amúgy ajándékban. Ah, már meg is jött. Na, azt fogja tudni, kihez kell jönni. Hello, hello, a sárga lesz az. Ez lesz itt. Jó, jó, köszi. Jó. Szevasz, tesó! Mi a faszom ez a kocsi már megint, fasz? Jaj, bocs, ne haragudj! Ez már megint mi a szar ember, a tied? Aha. Úristen, tesó! Le volt árazva. Hallod? BBC. Mondjad, mikor múlik el a joinnak a hatása amúgy? Figyelj, azért jó sokára, tesó. Nem fasza. Tudom. Két elfett. Most szívtam be. Az jó, ha figyelj, have fun. Fly high. Hát egy negyed óra, tesó, az jó lesz. Negyed óra, jaj, aztán. Ember ez a kocsi, tesó, Jézusom! Mennyire szex már? Ó, végre ke. Hú, tesó! Őtől azt hogy tudnak csak rá. Figyelj, durran az a bitcoin! Durrangat! Tesó, le volt árazva. De mi, milyen, hány bitcoin? Hú, nem tudom, azt hiszem 9000 valamennyi. Hát, az tényleg nem ró. Azt a... Fú, tesó, nagyon fire! Ezt vettem 7500-be. Itt ezt a feketét. Ford GT? Igen, és ez elvileg amúgy még jobbat megy, mint az a, nem tudom, az a lampó. De ez csak elvileg, az nem biztos. Biztos sem megy jobban. Srácok, racse! Itt és most! Settle the deal! Na, hozom a Ferrari-t, várjál. Nagyon szívesen racsezzék, csak élő halott vagyok, és nem tudok beülni a kocsit. Mi az, hogy élő halott vagy, tesó? What the fuck are you talking about, man? Kocsi tulajdonos, hogy tudna velem. Persze, jövök, tesó, jövök. Köszi. Akkor nincs racsi. Oh shit! Oh bazd, jó vagy tesó, kifröccsent egy 7 decibél bazd. Ember, jó vagy? Nem éppen. Fasz, a mentőt kéne hívni, vagy mi a fasz legyen? A tesó, mi a fasz csinálta ember? Azt a kurva. 7 decivér van a földön, ember, mi a fasz? Tessék. Tesz, hogy a tessék! 40 dollár, mit csináljak a 40 dollárhal a bazdmeg? Hát ömlik a lábamból a vér. Nem kell semmiért, nem kell pénzt, nem kell várjál, bekötöm tesó, várjál, feküdj le tesó, bekötöm neki. Hívjak mentőst, hér? Nem kell, figyelj, csak elkötjük neki, jó lesz az, rákötözöm. Jaj, tesó, jó van. Figyelj, most fogom, föltűröm itt a gatyádat, faszi, real fucking quick. Hát itt a gatyádat lehet ki kell majd dobni, mert véres lett bazdok ezek fej, az tökéld, jó? Bekötözöm itt alaposan, jól elkötöm. Oh, köszi szépen. Meg előtte valami fel, fél, ott bent van, látod valami betadin, vagy valami tesó. Ja, majd megkérdezem. Akkor azt majd ott bent, jó? Így már jól leszel? Megnézem, várjam. Jó leszek, jó leszek. Na jó van, azért csak óvatosan tesó. Szólj, ha szédülsz, mert akkor vezetek. Oksza. Be tudok én abba szállni? Be tudok szállni. Jó, köszönöm. Hát ezek az idióták tesó, hát ki vagyok ettől, bazd meg. Amúgy nézd el neki tesó, be volt állva, de tényleg be volt. Tehát... Aha. Vett tőlem egy kis izé, füves cigit, aztán betépett a hülyéje, az beül a volán mögé, teljesen elment az esze, bazd meg. Hát ez a blog, ez már csak ilyen. Ja. Fiam, majd valakit kérje már meg bent, hogy izé feltütlenítse neked a lábadat, mert én azt mondom, jaj. Mi van? Semmi, mehet, minden oké. Oksza, majd megkérdezem, akkor hogy át van-e betadni. Easy. Az mi történt? Kell benne gyártyát szerelni, vagy mizu? Hát figyelj, full gatya, szerintem totál kár. De majd megnézitek ti, hát ezért vagytok ti. Okay. Ja, meg ilyen köhögés is lesz, srácok, pár szó, sorry about that. Hát az enyémnek 330, de városban 360, 370, hát ez is megy. Jó, a városi tempó az nem számít gatya. Na mi van, megy a fasz méregetés, vagy mi a fasz van? Hát azt hiszi, hogy lehizét meg tud nyomogatni. Aha. Amúgy nem tudok megnyomogatni, mert figyelj, most versenyeztem és simára esett, de az nem tudom, hogy tuningos volt, de az is ott hagyott. Oké, szép napot. Ez a kocsi csak kinézetre néz ki jól szerintem. Kollega.
Tessék. Kollega, hozzon már fentről le lenszűszöbbet a dintam, addig megszeged az olyan 700-an. Ennél szarabb állapot már nem lesz amúgy, nem kell félni. Az biztos. Ez már akciós? Ez már akciós? Akkor fogtok izé? Lépegetni? Racsizgatni? Vagy mi lesz? Ah, nem, felesleges. Rakok, én rakok rád pénzt amúgy, ha arról van szó. Raksz rá, várj, mindjárt elmegyek izé kocsit cserélni akkor. Halljátok? Jó. Mi van, Rancseresz? Figyeljenek, nincs kávém, de belophatom a forgalmamat. Ajjaj, figyelj. És minek, valami LTD-nek, vagy minek? A lófasz, ott a merga, mögöttem. Ki ez a kocsi, urak? Ja, az a mergának a kocsi, a izé forgalmi a, persze. Strong. Mutasd. 190 EV2, gyere bátyja. Ura, ki ez a kocsi, nem tudják. A sárga, az ennyi. Nem eladó? Nem, figyelj, nem. Oh. Nem is vagyok benne biztos, hogy el tudom adni, tehát, hogy így... Aha. 150 ezer környékén lehet tudnád azt szerintem. Azt a kurva. Hát, annyiért nem kérem, köszönöm. Mi mennyit akartál adni, ért a kicsi barát? Hát én azt hittem, hogy egy 20-ba. Jaj, ki hú, jaj! De amúgy figyelj már izé, a keleti egyik, ez most amúgy benn van a szalomban? Nem, ez még nincs, ez még nincs. Ja, hogy ez ilyen egyedi? Mondjuk, aha, jaj, aha. Azért mondjuk, ja, lehet, hogy be fog kerülni, akkor lehet, hogy eladom. Ja, ilyen ritkaság darab. Szevasz! Na ezt a kocsit akkor mondjad itt az úr. Fogtam, hogy te vagy az úr. Kinek számláztatok? Én ilyet még nem nagyon láttam, ilyen kocit, ez milyen? Ne fizet senki ellen. Dehogyis, tesó. Ez ilyen, mit tudom én, prémium, egyedi, franc tudja mi. Aha, oké. Tehát de 5000 rá a fényezés, úgyhogy olyan kategória. Akkor ez prémium. Yes. Hát igazából most a kiszállást azt elnézem, mert nagyon szépen lebologatta, meg bekötötte a lábam, most nagyon szépen meg szeretném köszönni. Köszönöm, ahogy se voltam túl messze, hál' Istennek. Nem tudunk-e főrakni a forgalmit, mert én nem ezzel vagyok. És akkor mi lesz amúgy az összeg, mert hogy így óvatosban vagyok azért? Hát így lesz ő 450 dollár. 450, és akkor ez izé számla? Ő igen, ez számla. Az durancsd, akkor jó lesz az új. Egy veszigiára. Oké, és akkor nevet szeretném elkülönni. Alan Jackson. Nice, vilkantom itt szépen a... Right. Oké, és akkor itt a rendszámot is elkülönném. Hú, mindjárt mondom, várjál. Aladár János, elemér 28. Az jó kép, az tudom fejből. Nem baj, hogy lassú, szép, nem az a lényeg. Ó, és LSG, köszönjük szépen az 5 sub gifted boy. Csak hogy itt alá is pükkantom szépen. Jó, Alan Jackson. AIE 28. Noxi 450 dollár. És akkor azt a kurva. És akkor szépen itt a papírral együtt átadom. Mi volt az a kurva tárgya? Hát valami csúnya szót hallottam itt a munkszájában. Kicsit cifla volt a tollat, nyugodtan tartsa meg az úr, és akkor további balesetmentes kilométereket kívánok. Tollat tartsa meg. Jó, szép napot. Szépen, hello. Uram, szereljem már meg a Audi gyorsan. Na jó, várjál csak egy kicsit. Na akkor, forgalmiért benne vagy? Én nem. Azt ez milyen autó? Azt nem vénem. Hát a só azért nem, mert egy... Mi a fasz? Én ezt nem is tudom eladni hivatalosan, hogyha arra van szó, tehát nem is tudom bedobni a forgalmiát. Kettő meg amúgy se, tehát hogy én nem hazárdírozom faszét. Ezt nem lehet eladni? Hell nah! Uraim, ez milyen autó? Ez egy Plymouth boy. Hoppá. Kétkerekezik? Tessék, nem kétkerekezik. Úgy tűnik, igen, hátul fel van szerelve, csak az én optika, tudod, az csak úgy az optimizmus boss. Fogadjunk 1000 dollárban, hogy én kétkerékre állítom. Nem fogadok, tesó, nem fogadok. Nem állok én most úgy, tesó. Akkor legyen 100 dolcsi. Hell nah! Legyen 200. No. Na jó van, srácok, viszont lépünk. Sker. Jó van, csomó. Félj, faszi. Szeretem már az Audi. Figyelj már, szemcsi. Te veled beszéltem ki? Aha. Akkor gyere már egy picit arrébb. Jáva, fasz. Figyelj már, izé érdekel egyébként? Ilyen süti. Az is van. Milyen süti? Hát olyan süti. Dommá lesz, megnézem. Hát először virítsd a lóvét, aztán megnézheted. Hát mennyibe kerül a gyártó? Figyelj, 400. Pillanat, csak felhívok egy számot. Right. De elmentem. 400-ba van. Egyetlen egy darabon van, nekem nem kell. De még friss, még jó, még minden. Nem nagyon élek ilyenekkel, vágod.
Ez a nagy, nagy sinátor? Olyan süti? Yes. De brown. Yeah. Egészen konkrétan brownie faszi. Elutalok 400. Right. Aha, aha. Jaj, jaj. A cigit úgyis olcsón vettem. Boxos majd, gyere már. Jó van. Na visszajön az ára. Szereléstek majdnem. Hatalmas businessman. Thanks. Aha. Jaj. There you go. Ja, ilyen süti, aha. Yes, 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 yes. Ezt nem tudom mennyibe veszik, de lehet megeszem. Jó van, jó, tolod, tolod, tesó. Na, csáv, majd duma. Izé, izé, majd szólok, a... szólok, szólok, ja, vágom, ja, ja. Vágom, vágom, szólok. Csá, csá. Jó, jó, csöcsö. Hey. Nem tudok felmenni. Hallod, faszikám? Na mi van? Na nem is versenyzünk, egy jó... Ugye, kell egy jó kontakt. Tudom, izé, a keleti part legjobb tuning műhelyét. Ül tud pimpelni, vagy legjobb cuccot. Hogy mondod? Tudom, a keleti part legjobb tuning műhelyét, ahol fel tud pimpelni ezt a jó kis verdálat. Na. Kell egy kontakt? Na mondjad. A Drift King. Keleti part egyik legjobb tuningosai. Hát én azt hallottam róluk, hogy most zártak be nemrég, faszi. Bezártak? Ja, meg azok japán cuccokkal foglalkoztak, nem? Ja? Tudja, én, úgy tudom, én úgy tudom, hogy ott javarészt japán cuccok mentek, weboldalon is azt néztem. Na, a japánok voltak azok. Meg pár napja voltam a városban, azt akkor azt mondták nekem, hogy most zártak be elvileg valami csődeljárás alatt van, hogy fasz tudja. Ne szívass se. De nevet készpénzek, de soha én sem tudom, hogy miről beszélek, csak úgy hallottam. Hallottam. De azért kösz, jó, kösz. Én ott tuningozottam fel, de ahogy pár napja izét a mergát. Amúgy fullos, de egy fél, de sok kurva fullos, de nagyon jó a felni, meg minden jó lett a verza. De mondom, elvileg nincsenek itt a faszi. Figyelj, cseréljék egy kontaktot, az egyszer azt a versenyt, majd valamikor, amikor megszervezzük. Jó, jó. Legyen. Ez zúrisség. Várj. Pillanat. Krish? Olyan, ez a neved, tesó, hogy Krish? Nem, az csak elállítod. Ja, jó, 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 már annyira nem állt a számra. Tessék. OG Two-Town. Two-Town. Two-Town, oké. Szevasz, tesó. Tisztelet. Na, hello. Tisztelet. Most hát csak húzunk már valahova, ja? Zsa. Get a fuck out of here. Menjünk a bolthoz. Rádiókra oda, feljött. Oda, aha, aha, aha. Várjátok, mindjárt megyek. Hú, a rádió, és az mi is az? Sose tudom azt a retkes izét, várja, itt van a pinned messages. Use that shit. Hello? Nyomja. Nem megyek szemben idejön. Jó, 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 jó. Jön bolthoz elem. Yeah. Tekintsük meg. Ja, meg srácok, amúgy! Ruiz! Mi a fasz? Jézusom! Ruiz, figyelj már, elvileg amúgy mi pakoltunk le prémium ilyen mariskát, ugye? Anyád, geci! Igen. Na, van egy csávó, elvileg pont ez az Audi is, aki azt úgy meg is venné. Úgyhogy azt lehet, hogy el lehet passzolni nekem. Mennyibe venném? Figyelj, azt mi szabjuk meg kávé, nem beszéltem vele erről. Én az előbb eladtam neki az egyik ilyen füves brownimat is, ezt mondjuk hát csak 400-ba. De megvette, úgyhogy nem tudom erre a prémium. Ilyen, hát nekem is van még, hallod. Elláttad a füves bolonit, amit adtam nékéz? Persze, hogy eltessad, kell a tökömnek, én nem akarok izni beállni. Vigyeld magad! Józannak kell lenni, tesó, hagyjál már. 400-ba adtad el neki a füves bolonit. 400-ba, ó, hát... Én eladtam az én füves izéimet. Te is eladtad, na hát ennyi, de csak akkor velem szívózzál, keleti. Vigyeld magad, hogy passzokó. Nem a brownie-ra mondom, én a mariskát mondom, hogy én azt eladtam. A tiédet, ami neked volt. Aha, az én részemet, hát én a tiéd az ott van a házban. Ja, na azért majd akkor el kéne nekem még van füves cigim is, ezért találtam kincsből. Azt is megveszi a csávó, én azt amúgy kurva szarul adtam neki, mert nekem csak úgy kellett hirtelen kis lóvé, mondom legyen valami. Én a 100-ba adtam neki testvérem darabját, de úgy tudom azért az drágábban megy. Lehet, hogy egy ilyen 450-be is elmegveszi a madár, nem tudom. Majd figyelj, nem tudom én ezt a mariskát, és azt tudom mennyiben megy, én valami
120-ért adtam darabját, az nekem úgy teljesen jó. Ja, hát úgy valahogy, azt tudom nekem mennyi van amúgy. Azt hiszem valami 2 darab, vagy hát valami ilyesmi. Hát az a 120 is a 80-ról indul. Ja, hát az úgy easy. Na, gyorsan nézzünk rá akkor a sztorira, a boltra, real quick. Szóval, kassa. Jaj, rosszra mentem, tehát kassa. 7000, nincs is 8000 dollár. Ja, az meg azért, mert az még nem jött vissza, jó. 7182 van a kasszában. Hát meg nem emlékszem, hol van ez, pedig egyszer már megtaláltam. Ami kurva jó egyébként. Na most, ha megnézem, hogy állunk. Bocsi, Ellen. Legutóbb, ugye volt egy úr az autós iskolától, csak végül egyikötöknek se volt jó. Uh-huh. Most jönne be tárgyalni, hogyha jó neked. Jó, persze, jöjjön akkor, aztán utána akkor majd intézzük a többi dolgot. Uram, ja, itt is van? Persze. Jaj, az, aki kinült. Hello. Szép napot. Szóval ülj le nyugodtan, kérlek, foglalj helyet. Maradjak, menjek ki. Maradhatsz, ha gondolod, nekem aztán mindegy. Na, mi a helyzet, uram? Szép napot. Az autós iskolától jöttem. Uh-huh. Igazából itt a nagyfőnöktől kaptam egy ilyen kezet, hogy beszéljek magával, beszállítás ügyileg, hiszen nincsen olyan emberünk, aki ugye beszállítana. Aha. Ez most hát igazából... úgy látom, ez most a városban nagy gond, mert amúgy csomóan jönnek, tehát hogy így durva. Na de miről van, milyen termékre kéne? Hát igazából elsősorban a magáé. Aha. Kaja, pia ügye, mert abból nagyon-nagyon fogyóba vagyunk most. Uh-huh. Jó, meg tudjuk oldani. Hány, tehát akkor... Figyelj, a saját termék az úgy néz ki, hogy van energiaital, narancslé, meg steak. A steakre kicsit kicsi a kínál a kereslet, megmondom őszintén, mert drága. Tehát az a legdrágább item. De az energiaital az rohadt jól fogy, az vadul fogy. Finom is. Ettem, ittam mindegyikből. Aha. Ja, jó cucc, ez ilyen secret formula. Szóval nem tudom, hogy... De tudok egyébként, hogy a kajáról van szó, meg gondolom úgy kéne, nem, hogy kéne azért valami innivaló, meg ennivaló is, gondolom. Igen. Ja. Hát amit én tudok ajánlani, az a hambi, az egy olcsóbb kategória, vagy... És jó is egyébként, hogy arányaiban, árértékben, vagy pedig a steaket tudom ajánlani. Italból meg ugye vagy az a narancslé, vagy pedig az energiaital. Jó. Meg igazából nem tudom, hogy működik ez pontosan, de nekünk van egy italunk, egy magánitalunk, meg ételünk is, csak valahol kint található Paletóba vagy Sandybe, és az ilyenekünk nagyon messzi van. Na várjál, akkor nektek van saját terméketek, így érted? Igen. És csak ugye mi azt ugye nem tudjuk behozatni, tehát... Ja, értem. Tulajjal kell beszélni, tudja. Ja, értem. Én azt meg tudom oldani, de még a részteket én se tudom. Tehát azt egy picikét ahhoz egy kis időt kérek, jó? Hogy akkor az hogy működne. De meg lehet oldani egyébként. Tehát meg lehet azt is csinálni szerintem akár, hogy itt a boltba is legyen kapható, meg azt is, hogy nálatok, és akkor folyton viszem nektek, ahogy az már részletkérdés. De ezt meg tudjuk oldani szerintem. Jó. De amit most meg tudunk csinálni, az az ugye, hogy... hogy akkor intézzük nektek egy szállítmányt, hogyha erről lenne szó. Nem tudom, hogy erről van-e szó. Hogy most kell azonnal, vagy majd később, ez majd rajtatok múlik. Igazából ma fogok beszélni még a főnökkel. Jó, azt nyugodtan mondd meg a főnöködnek, hogy a bolti árhoz képest 10% kedvezményt tudok adni. Jó. Mindjárt mondom neked ezt pontosan, hogy néz ki, csak nekem is meg kell néznem egy pillanat. Hoppa, tehát elnézést kérek, hát én mindig így állok fel, mert így kényelmesebb. Na, ár. Szóval úgy nézünk ki, hogy a AJ, tehát a narancslé az 12 dollár darabja itt bent. Ugye, hogyha 12 vagy 10% leesik belőle, akkor az... hát, olyan... 1,2 dollárral lesz olcsóbb, tehát úgy nagyjából, de tök mindegy, a végösszegből adok 10%-ot a rendelésből. A steak az 25 dollár, azért mondtam, az egy drágább kategória. A hamburger az amúgy csak 8, és ugye az energiaital az pedig 11 dolcsi.
Tehát ilyen árak vannak, és mondom 10%-ot leszedek belőle. És akkor úgy néz neki, hogy leadtok egy rendelést, telefonom vagy tököm tudja, és akkor kivisszük nektek. Jó. A kiviteli díj az mondjuk egy, az egy picit rádob, mert az azért az olyan, az egy 50 dollár lenne a díja. Rendben. Ez így megfelel? Tehát majd eldől, hogy megfelel nektek. Jó, figyelj, nyugodtan akkor beszéld meg a főnökkel, és akkor ilyen konstrukcióba tudom ezt nyomni. Telefonszámot cseréljünk esetleg. Magának már írtam. Na vár, akkor azt megnézem, hogy melyik is. Nem Carter vagy, ugye? Vagy de? Nem. Jó. Ja, látom, megvan. Jó. Oké, itt vagyok. Akkor leírjam azért SMS-be ezt a dolgot? Nem kell, feljegyeztem. Rendben, jó. El is mentem a számodat szerintem. Hogy menthetlek el? Mi a neved? Thomas Edison. Húha. Azt jól beírtam, mi? Aha, így jó lesz. Sikerül? És most az SMS-ekben már úgy lesz ott. Nem egészen. Jó, megvagyunk akkor. Rendben. Jó, bocs, hogy nem válaszoltam, csak eléggé agyfasz volt a helyetem, az a helyzet. Semmi baj. És akkor majd jelentkezek, ma vagy holnap. Jó, mai napon körülbelül olyan... Hát figyelj, most van 14:30. Várj, annyi van? Telefon. Aha, 14:38. Olyan fél... Fű, tököm tudja a fejet. Fél öt körülig vagyok. Rendben. Jó, úgyhogy akkor vitassátok meg, 10% engedmény. Aztán, hogyha nagyon úgy alakul, hogy visszatérő vendégek vagytok, akkor az fel tud menni többre is, 15-re mondjuk. Köszönöm szépen. Jó, és akkor az 50 dolláros szállítási díj, ugye? Az még igen. Az. Jó, oké. Hát nagyon köszi, hogy befáradtál, akkor remélem majd tudunk dumálni. Meg együtt dolgozni. Beszállítom, mert megkérdezem ezt az egyedi item sztorit, jó? Hogy akkor az hogy néz neki, meg mind néz neki. Meg amúgy arra mi lenne az igény, hogy akkor azt is szállítani nektek? Igen. Jó, értem. Rendben, easy. Meg tudjuk oldani szerintem. Jó, köszönöm azt, szépen. Azt lehet, hogy majd a külső applikációban, hogyha ott rám tudnál írni, esetleg azt megköszönném, ha megtalálsz engem. És akkor ott lehet, hogy kényelmesebb lenne meg dumálni. Jó, írok majd. Jó, azt is írd le, hogy ki vagy pontosan, jó? Mert vannak, van kapok 6 millió üzenetet. Jó, easy. Na jó, van, szép napot akkor, jó melót. Köszönöm. Köszi, neked is. Köszi, hello. Az nem igaz, de majd rákérdezem. Programozni kell. Na mi a helyzi? Na, hallé. Az úr tabletet keres. Tél a bolt. Enyém a bolt, faszi, yes. Tabletet keresel. Aha. Hát, abban még nem nagyon mozgunk, tesó, az a helyzet. 500 dolcsi, hidd el. Kurva jó áram van, sokan viszik. Hát azt én elhiszem, de úgy... Csak drága hozni. Hát, igen, elég necces be. De hát, intézhetem, hát nem tudom, és megnézem, várja. Amíg nem kell hozni sokat, Az a lényeg. Na. Jó, ne sértődj meg, itt vagyok, mondjad, mi van? Nem sértődök meg. Na de, mindegy. Ja, mert neked ez egy drága beszerzési áron. Hát nem az, hogy drága, csak tudod, egy ilyen, mindegy, berendelek mondjuk egy, mit tudom én, 5 darabot, azt, vagy 10-et, azt megnézem, hogy fogy. De még nem nagyon gondolkoztam, hogy inkább zabákban, meg piákban gondolkozunk vágat. Nem tudom, az lenne a kérdésem, hogy ti gondolom, nem mozgolódtok ennyire ilyen más dolgok vele, nem tudom. Hát figyelj, nem sűrűn. Nem inkább tudom, csak Jax, ez. Nem tudom. Régen Bahamás voltam, Jacken keresztül ismertem egy bizonyos Ellent. Te is Ellen vagy, azt mondták, nem tudom. Az vagyok, yes. Jacket ismerted? Yes, találkoztam vele. Voltunk egy ilyen bulin. Ja. Múltkor volt egy bulink, hát... Gatya volt, most mondtam fel én is pár egy hete a Bahamába. Tényleg? Aha. Már megmondtam ott a melót, nem fizet valami jól. Oh shit. Tehát ott voltam 4 hétig, kerestem 1000 dollárt. Tehát így képzeld el. Ajj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 j
bűnös. Várjál, bocs, akkor neked most kell egy, izé, táblagép? Tudom, mennyit ér. Az a helyzet? Nem tudom.
Na, itt tudod, az ATM-eket, amikor izé lehet, amikor izé, mert karbantartó vagyok, az ATM-ekhez jó. Aha. Karbantartó vagyok, most az ATM-eket karbantartom. Vágom. Ez kéne egy. Ja, mindegy, akkor intézek egy rendelést. Mindjárt jövök. Figyelj, akkor berendelünk belőle, mondjuk, mit tudom én, táblagép. Én hozzam el majd, és akkor... Aha, figyelj, akkor... Izé... Jaj, csak akkor menj ki, és akkor jó, ki, jaj. Na várj, akkor árubeszállítás, akkor táblagép, tablet. Bázd meg, 50 darab, 20 ezer, geci. De nem, megkezdés, dehogy kezdjük. Szóval, Kim, egy bajom van ezzel a kurva lambóval amúgy, ez olyan alacsonyan ül, hogy be is szarok mindjárt. Figyelj, 50 dollárt adunk neki, és akkor tablet, és akkor hozzon be mondjuk egy 5 darabot szigorúan, jó? Jézusom. Kim van? Vittem. Right. Na, mindjárt jön a táblagép. Jó. Nyilván. Ez egész várok velem, hogy sehol kapom, rákérzek a majd, vagy... Ja, persze, vágom. Nem tudom, tegezhetetünk? Hát, hogy a faszomban, hát nehogy már vágod, tesó. Ellen, már vágott azt már, persze, vágom már. Hát, csak egy hallásból, meg ilyet talán láttam. Techfizbe volt el akkor, azt hiszem. Ja. A fehér techfizre emlékszek én. Hát, az már, nem most volt már azért. Nem tudom. Van egy kisebb ilyen baráti társaságunk. És mit gondolhatod? Itt bennem, tesó, ne haragudj, kimegyünk, és akkor kint lehet. Akkor jó, akkor még nem gyűjtöm. Yo, what's up? What up, boy? Have fun! Hallott, tesó? Buy some shit, igen? Tudsz kidobni nekem melót? Hát, most nem nagyon van mit behozni, most van készlet. De üres ez a boltban. Enjoy. Jó van, tesó. Jó van. Na, itt vagyok, sorry about that. Én is rágyújtok már. Na, jó van, kérsz, cigit? Van, kösz. Gyúj. Ja nem, de csak kérek egyet, tesó, csak adjál csak egyet, mert most én... Ha nincsen cigit? Elfogyott, bazd meg! Na, csak a niggervér az niggervér. Na, gúdje. Nagyot megy a csávó. Jó, szeretted amúgy. Thanks! Aztán meséltem, miben gondolkozok? Milyen melóba? Hát figyelj, itt a bolt az megy, azt próbálom menedzselgetni, életbe tartani, vágod, stuff like that. Nem, ja, semmi extra. Én meg úgy fogalmazok, hogy én nem csak ezen a vonalon mozgok. Ah, sejtem, tesó. Gondolom, neked is azért véred van ez is. Nem nagyon. Nem nagyon. Dehogy is, tesó. Csak a legális dolgok, ne bohockodjál. Nem tudom, jó keresebb volt? Meg tervezek egyet lényesítni. Jól, figyelj, persze, jót megy, foglalkozós, tehát ezért kell töltögetni, meg bele rákölteni, meg azért könnyen le lehet gatyásodni. De úgy megyeget, hála a jó Istennek, na. Úgyhogy. Közben mennyibe került neked ez a, azért kitenni melót ennek a srácnak, aki talgarod? Ezt mennyibe került nekem? Hát a beszedára mennyi út? Fasz tudja, 2000 dolcsi. Jézusom. 5 darab táblagép, tesó. Csak azért mondom, hogy azért nem nagyon foglalkozok én táblagéppel, meg kurva drága. De a rendelti táblagépet, bazdmeg. Mennyi volt? Rendeltem, ja. 2000. De ki ne fizesd már, most minek fizetted ki, tesó? Tessék, öccse, te zsebre. Dehogy teszem, hagyjál már most, minek a... Halljátok, srácok, bocsi, nincs itt egy ATM? Az sajnos nincs, kurvára kérdezni, nincs tesó sajnos. A digitál zennél van. Dehogy, ott fuss el, itt az utca végén, az be balra. Ez kifizeti a beszer árat, de miért? Ne, gondja, van onnan, amíg ez jött. Hát jó van, közd, nem kellett volna tesó. Nem baj, teljesen. Mondjad, faszi. Egy cigi papírt tudsz nekem szerezni valahonnan? Figyelj, van nálam. Mennyi? Bocsánat, csigám van csak, csigám. Azaz? Ja. Faszom tudja. Nem, cigi papír, sima. Cigi papír, csigám van, na várjál, akkor rendelek azt is be. Köszik el. Várjál, itt a csomimba lehet. Cigi papír, és ki fizeti ez a bolond? Aj, de miért fizette ki a beszerárat, bazd meg? Hát el fogom adni. De én nem adom vissza, figyelj, én... Ő döntött így. Cigi papír. Amúgy ezt nem tudom, mi nem rendelek árubeszállítás, cigi papír. Én azért el nem megyek. Cigi papír. Nem szoktam ezt most már túl gondolni.
Cigi papír, where the fuck is that? Here it is. Legyen 45 darab. 50 dolcsér. Jó. 2050, bassz. De mennyiért megy el a izé amúgy a táblagép? Hogy ilyen drága volt. Szerintem lehet, hogy már fel is van töltve, lehet, hogy már is ment érte a izé. Enrique Ruiz. 500 dollár egy kurva tablet! Jézus Mária! Hát akkor az viszont 5x5. 5 darabot kértünk, nem? Beraktam az árut, megyek vissza. Várj, hogy van ez most? 50 Ellen, darab. Bocs, hogy bejövök. Azt mondta a fehér úriember, hogy elviszi neked ezt a melót. Alright, let's do that. Kim van, tesó? Kim van, kim van? Jó, viszem. Business boobies, srácok. Ennyit rendelték? 50 darabot, azt hiszem. Azt megköszönöm. Okay. Na. Jó van, jó van, na. Easy. Oké, okay. Addó vissza, amigo. Hát, szevasz, tesó. Vettem, kösz, Ruiz. Meglett a izé, bankautomata. Na hol van amúgy itt a legközelebb? Itt van az utca végén, elmész, azt le kell térni balra, azt ott van három egymás mellett getsz. Jaj, fantasztikus, bazeg, nem tudtam, kurva jó. Jó, van tesó, veszek egy kis ellenstéket, meg AJOJ, tudod? Vegyed csak, enjoy that shit! Na szevasz, tesó. Szevasz, szevasz, jó étvágyat. Nagy flamók. What's up? Istenem, istenem. Business booming, guys! 2005-öt elutalt a gyerek. Bazd meg. Azom a Mariska adott ellen. Kösz szépen! Szigicsök, a mennyi van nálad? Micsoda? Szigicsök, a mennyi van nálad? 10. Azt meg is venném. Okay. Mondjatok nekik valami vadabb ára. Figyelj, jó. 50 per darab az nem jó. Mennyi van. Legyen annak az ára, nem micsoda? Tudom. Az 50 per darab. Kő gyorsan piac. Hát, mit tudom én. Hallott, tesó, semmi kaja nincsen a bolt. Mi elfogyott? Tesó, nézd be, Allen Special, ott van 61 Allen Special. Mondom, én azt mondtam, hogy a 120 például. Ez mi ez? Csak egy kicsit drága. Ennyi. Hát nem számít, állja a birtok. Tessék, bocsánat. Ja, kösz szépen, kösz. Kérdezzetek rá, kellene egy Allen Special. Jaj, Jackson Energy. Úristen, de jól néz ki ez az Allen Steak, geci. Egyet csak, jó étvágyat hozzá. Egyetlen egy darabot tudok hozni. Veszek is, vagy tizet. A legkomolyabb Wagyu Steakből van, tesó. Alapos odafigyeléssel, fűszerezéssel, na, megkóstolom érleléssel. Na, nagyon komoly, tesó. Én is olyanokat szarok tőle, faszi, hogy hú! Nagyon komoly, tesó. Medium rare-be. Bang! Na, úgy, hát én nem nagyon tudok szarni, de... Hogyhogy? Na. Hát szorulásom van. Tesó, kórház. Olyan izét, hashajtót írnak fel. Na, na, nem is kórház. AJ, OJ Juice. Ó, igaz, igaz, rostos, tesó. Jó lesz az. Majd megint nyitja. Jó, tesó, meg is eszem előtted, lássad a reakciómat. Jó, jó. Ha működne a telefonom mikrofonja, felvenném ezt TikTokra, tesó. Jó étvágyat. Azt a kurva, geci, de finom. Szétadod, faszi. A legjobb. Hú, tesó. Csúzos, leves. Szétadom. Hát én veszek még egy. Hát vegyél, mert durran se, tesó. Jó, bacsi, bocs, ja, tesó, ja, ja, nagyon ja, ja, finom ja. Volt ez a steak, geci. Na, tesó, gyere csak egy kicsit. Na figyelj, itt van a prémium cuccod. Az összes? Ja, figyelj, nem túl sok, mert három darab. Figyelj, 500-ra okay. Gondoltam darabjáért. 500 darabja. Csá, visszahívlak. Visszahívlak, csá! Na, én felhagytvára darab... Na, gondoltam darabjára. Fia, akkor legyen 250 darabja. Hát ez mondjuk, hogy... 250-300-ba te kártot adom el. Hát, akkor legyen 200. Legyen 2. Legyen 2, akkor 600-as. Nagyon jó, köszi. Izé, mit akarok mondani, a csiga is érdekelne, 42 darab és 71 cigi papír. Mi van? Mi van? There you go, na mondj még egyszer! 71 cigi papír, meg 42 cigi csiga. Hát figyelj! A
cigipapír az elvileg a boltban van már, vagy mindjárt benn lesz. Mindjárt visszaérsz szerintem a fuva... Szerintem most jött meg? Nem biztos, nem tudom. Nézd már meg, hogy van-e, de elvileg van. Ciao, ciao. Hello. Hello. Ellen boy. Szavasz, tesó, őszinteszek, nem tudom ki vagy, nem emlékszem. Carter, Carter. Ah, Carter, vágod, ha... Mindjárt jön, a csávó már elment érte, jó? Láttam, hogy írtál, meg hívtál, de nem emlékszem ki vagy, tesó. Tehát csak annyi van írva, hogy Carter telefonja, azt nem emlékszem már. Fehér Merci. Igen. Fent találkoztunk, Bahama. Oké, okay. Igen, és mit beszéltünk? Mert tényleg vágom, tesó, ne arra. Akkor még ilyen fegyverféle dolgokról, viszont most lenne egy üzleti ajánlat. Na, hallgatom. Esetleg, ha el tudunk menni. Hát... Egy kicsit odébb. Figyelj, egy olyan... Nem tudom, 15 perc, 10 perc is el tudunk menni. Annyit jó, tudsz várni még? Van. Persze, persze. Nagyon köszi. Na, valami steakecske sikerült? Mert amúgy kurva kajás vagyok. Van, készítettem, van. Király, király. Very fresh, very nice. Very good. Easy. Jól van, oké. Okay. Let's do that. Na, gyere csak akkor arrébb, te is akkor még egyszer. Na, akkor mi kell még neked? Mondjad, csiga? Csiga meg a papír. A papír azt az még tudok adni neked. Meg nála is van, a papír... Az, azért mennyit adsz? 10 darab van. Nem, bocs, csiga. Csiga van 10 darab. 10 darab, akkor legyen... 27 darab van nálam. Csigából? Uh-huh. El kell menni. Akkor 37 van összesen, ugye? Elmert yeah. Szinten annyira kell legyen. Pillanatot számolok kettőt. Jó. Jó cucc! 185 az összesé. 185 az egészért? Uh-huh. Hát, Ruiz? Hogy legyen 200 akkor. Jó, 225. Oké. Okay. Akkor hozzá. Oké, okay, akkor hozzá, aztán akkor mindjárt megleszünk. Neked utaljam ugyanúgy? Szerintem majd neki. Majd neki nyugodtan. Csá. Na csá. Okay. What up? Lúfasz kapból. Na, az easy, az easy. Fél, mindjárt lelépünk innen, tesó. Gyere, épülj innen. Kezdesz tartani a dolgot? Nem, egyáltalán nem, csak van más is. Lesz majd más. Jó, oké, és van. Az urakat érdekli, M-től 39. Hát milyen árban? Kérdezz már meg kell neki füves cigi, mert akkor hozom a... Jöjjön 30. Na várjál, viszont nekem van egy másik kérdésem. Füves cigi kell amúgy neked még? Igen, kell. Tök mindegy, milyen mennyiségben vagy? Milyen mutatom, hogy ilyesmi kéne, ezt ledobom itt a földre. Tűha, várjál. Ilyesmi. Ilyen fehér tekert. Fehér tekert? Ilyen, ami van. Nem neked mondtam, hogy? Fehér tekert? Aha. A füves cigi. Mennyi van abból neked? Egy darab. Fia, abból tudunk, figyelj, kőkemény egy darabot tudunk abból. Jó, mennyi be darabja? Mennyiért hozod? 450. 450. 350-be megveszem. 350-be veszi. Mondja neki, hogy 420. Akkor 420. Azon még keresel is, bátya. Hát 420-ba veszik tőlem amúgy. Szomorú, pedig 450-be is tudnád adni. 420, teljesen jó. Na, megbízható forrásból. Igen, mi van megbízható forrásból? Te legalább meg szabadulhat tőle. Figyelj, tehát én akkor... el tudom adni 450-ér is. Megveszem, ha 420-ba. Oké. Jó lesz 420, hozzad? Akkor hozza a csávó mindjárt. Oké. Többé kajálok egyet, mindjárt ilyen halok. Nyomjad. Meg tudom én venni? Nem tudom megvenni, mert nincs cash semmi. Akkor elmegyek azért. Mindjárt jövök. Na, fegyver, jöleszkált ide kell. Azt mondta, itt az utca végén balra van kettő. Nem itt? Gondolom ott a... Itt van kettő. Valahol. Kajak! Szétadom. Hú de jó, hogy ez itt van. Na akkor azt mondja, hogy... négy, bam! Felveszünk egy 200 dolcsit. Jóvá hagyjuk. Let's go!
Szavaztok srácok, üdv mindenkinek a chaten, remélem, hogy jól érzitek magatokat. Business fucking booming right here. Jaj, mit csinálok te, jó Isten. Itt vagy rádión? Na hát akkor saját boltomba veszek egy kis kajcsit. Azt mondja, hogy... Bolond bizniszek vannak, bazd. Hatalmas, hatalmasok, hatalmasak. Tehát a cigicsika nem nagyon akar... Ja, nem is papír, nem nagyon akar megérkezni. Csávó elment érte, de... Nem nagyon jött meg. Nem nagyon jött az meg. Meló nincs kinn, úgyhogy... Hát... Ékezte a munka alakokat. Elindította. Micsoda terű-terű asztalkám. Meg kéne adni ezt a vépet, bazd meg. Vépet? Van vépet? Aha, ja, van egy vépem. Na fenne, bazd meg. És az mi, az kincsből, vagy mi? Ja, kaptam Pablótól. Ó, oké. Ja, ezeken túl kell adni, az kész. Meg van... Kártyátok van amúgy? Nincs, de van egy vépem kell. Vép. Aha. Csak mennyibe? Megvesz, mindent megvesz az csávó. Nem tudom. Azt hiszem 350 vagy 400 dolcsi. Az csak én már nem szívom. De én meg tovább annám. Az... Hát, nézd meg, hogy mennyi akkor az izé, füves shopba, aztán megegyezünk. Lassan itt vagy? Ja, már azé, félmérfő. Easy. Ja, hallod? Ezt nem tudod, hogy a horgászbotot el lehet adni valahol, az meg? Visszaveszik a sport, izé, a horgászosok, vagy mi a geci van? Hát, vagy meghirdeted, izé. Halló. Feketén. A faszomnak sincs kedve baszakodni vele. Mennyibe kerül, nem emlékszel rá? Sport? Da. 350. Boldog. Akkor van nyát, mi a fasz? 150-be szokták adni. Jó napot! Tisztelet! Szép napot! Kérem, nézzen körül, van itt Ellen Steak, Orange Juice, energiaital, mindenek vannak, hatalmas flamok. Ha veszek is ilyen AGOG Orange Juice-t. Let's go! Enjoy that! Nem, köszönöm szépen. Okay. Ó, szép napot! Egy kupót lehet, hogy is tudok szerezni. Hello! Mindjárt elkérdem. Na! Tedd le a telefont, faszi! Biznisz van. Oké, és? Köszönje! Ah, jó. Jó, majd beszélünk, ciao, ciao. Let's go. Kukót, akkor nem úgy. Tesó, várjál, egyszer egy dolgot, jó? Tehát most a cigicsiga. Amúgy nincs. De amúgy nincs is egyébként, igen. De cigicsiga, akkor most te hoztál 27-et, vagy most mennyit? 27-et. 27-et. Vagy kettő darab papírt is hoztam egyébként. Na várj, akkor cigicsigával kezdjük, tehát őtőle kapsz 27-et. Az 25. Tőlem kapsz 10-et. Ja, és 225 dolcsi. Igen, de és az neked megy. De számítsuk bele akkor. 39 akkor összesen. De a papír, azt hoztál te, jó, oké. Okay. Kettő darab papírt hoztál? Ja, két papír. Jó, hát kinek utaljam? Nem tudom, kinek van meg a szám. Neki megvan. Akkor utald nekem. Szám. Akkor utald nekem, azt majd elosztjuk. Majd számolt ki, jó, mert én már faszom tudja mi van. Hát, majd megbeszél. Yeah. Mennyit kell akkor utalni? 225. 225. Meg ugye 4-20 ezére. Itt van a füves cigi is? Persze. Akkor azt is kell. 25 megjött. Keleti, nagyon nagyba vagy ott az ajtóba, bazd meg, biztonsági őr. Nézd, zavarja, ma senki érted. Ja, megjött. Na akkor fél, odaadom neked a 10 darab papírt, ami nálam van. Ezért is megjött a 400. 20. Tessék, az is megjött, yes. Akkor itt a táskában minden. Részemről. Kukótok van? Nincs, azt mondtuk. Nincs. Jó. Ha lesz egy füves cigitek, ami most adtatok, azt az egy tekertet, abból vennék sokat. Jó, hát... Vagy mondom, azt a prémium szárított marihuana. És ha miért hallom valami sokat. Ízvisz a tévéből játszik, vagy mi? Az mennyibe megy amúgy? 150-be veszem. Üts Gergő a tagok között. Fasza. A prémium izé füves cigit, az meg ilyen 420-ba darabját? Hát nem 420-ba, akkor legyen 400. Szányom, de ezt a geci dudáltam. Jobban megbeszéljük. Mondtam, de megbaszom mindjárt. De kemény mindenki a RP-be. Túl kemények. Túl kemények a srácok.
megottam. Azért tudáltam, hogy megjött. Ja, megjöttél, nagyon jó, nagyon jó. Tesó. Akkor szevasz, bazzik, nem neked mondtam, aki kiment annak. Hallottam a dudát? Hallottam, nagyon jó, na gyönyörű volt, kicsit se idegesített minket, tesó. In the West Coast Classic, baby. Ja. Na, veled beszéltem, úgyhogy gyere nyugodtan ide hátra. Mi együtt vagyunk amúgy, annyi lényeg. Ja jó, hát akkor gyertek be mindketten. Én leülök, az valaki, aki le tud ülni, az leül, aki először lestoppolja, az... Üljön rá, jön. Helyezni más nagyon kicsit. Na, Borg, na, tessék, Borg, itt vagy, ott leülhetsz. Üljél. Na, mire kitalálják? Seggem. Na jó van akkor. Na, srácok, nem... Na, szóval megkezdeném egyébként a történetet. Na. Mivel így legutolsó találkozásunkra így kiderült, hogy tiéd a kis boltocska. Yes. Gondoltam én egy olyanra, hogy mennyire tudnánk egy megállapodást kötni azzal a kapcsolatban, hogy tudnátok-e nekünk beszállítani ételt, italt. Basz meg, ez nagyon sok meló lesz. Meg tudjuk oldani, persze. Úgy nézzünk ki, hogy... Tesó, picit kimennél most, ne haragudj, kösz szépen. Úgy tudjuk megoldani, hogy 10% kedvezménnyel és 50 dolláros szállítási díjjal. Aha, aha, tudunk, az nem rossz. Tudunk vinni olyat, hogy ellensteak, az egy kicsikét combosabb tétel, az azt hiszem 12 dollár, de majd megmondom neked pontosan darabja. Aha. Nyilván a teljes ár, a bolti ár, meg van hamburger, ezt a kettőt szoktam én, ezekkel foglalkozok, a hambi az meg egy picit olcsóbb, de mindjárt mondok neked exakt árakat, bocs, mindig így állok fel. Semmi gond, semmi. Ez az én szokásom, imádom ezt. Nyilván. Na, most vettem 30 steaket. Úgy nézünk ki, 30 steaket vettél? Mondom. Tesó, ez a legjobb. Az egész városban, tehát nem tudom, mit lepődsz meg. Az meglepő. Na, szóval, ja, a steak... Jackson Energy-ből az komoly, bazd meg. A steak az 25 dollár darabja, az Jackson Energy 11, és az Orange Juice-unk van még, az 12 dollár. És akkor a hamburger, ugye, mert az meg 8 dollár. Tehát az egy, mindig tartok egy olcsóbbat, mondjuk az most pont ki van itt fogyva, úgyhogy szerintem ki is rakok egy izét, beszállítási cuccot, pillanatot kérek. Jó, én meg is jelzítanom az árakat. De nem nézem sose az árat, csak azt, hogy mennyire jó, érted? Ja, vágom. De bazdek, a város legjobb kajáit eszem csak. Nem az a baj, de tudod, mikor ma majdnem éhen vagy halva, akkor bedobsz egy jelen steaket, azt így fullta vagy bátja. Hát ennyi. Próbáltam nagyon finőségi wagyu steakből összeállítani, tesó. Legjobb a múlva. Szóval, ja, a hamburger az 8 dolcsi és 12 a steak, szóval nem tudom, melyiket akarjátok, nyilvánvalóan, hogy nagy tételbe akarjátok, akkor gondolom az olcsóbb kéne, nem? Vagy nem tudom, mennyire számít nektek a lóvé. Inkább a steak lenne nekünk a megnyerő. Aha. Itt azért szoktunk kóstolgatni a városba, így azt mondom, hogy majdnem mindenfele, aztán nálad jött be ez a legjobban. És akkor azért gondoltunk, meg így beszéltük a srácokkal, hogy a steak lenne a befutó, mert ugye nyilván, hogy egyet lehajintasz, azt úgy tele vagy, mint az atom. Ja. Egész borjuk lenyomni, azért. Hát nyilván. De azért easy-be lecsúszik, nem azzal van. Na várjál, hogy miért 50 esével mutatja? Azért nézzétek valamit itt tett közben, egy pillanat a telefonon nézzétek rá. Irán estem. Szóval a számológép, akkor az Ellen Steak az úgy néz ki, egy pillanat csak itt kalkulálok egyet. Nyugodtan. 600 osztva 50-nel. 12 dollár jön ki egy Ellen Steak beszállítási áron. Bolti áron ugye 25. Tehát, gyakorlatilag kétszeresére elmegy, tehát 10%-ot szerintem egy olyan kettő nap még így eldől a sorsunk, szóval... Ja, hogy akkor nem most kéne. Jó, de figyelj, szóval ezt tudjuk vállalni. Nem tudom, hogy milyen tétel... Okay. Nem tudom, milyen tételbe gondoljátok, vagy hogyan gondoljátok, de azt meg lehet oldani simán tényleg, hogy ilyen... nem tudom, hogy mennyi kéne. Ja, meg innivalóból melyik kéne, ugye, az is kérdés. Hát az meg az energy lenne. Tehát nyilván energy, csak a prémium. Ja, vágom. Fél, nem tudom. Igen? Mondjad nyugodtan. Mindenből tudunk vinni, abban nem vagyok még biztos, hogy nekünk van egy terepjárónk, ezt mindjárt megnézzük. Keleti, te is elmentél, ugye? Itt vagyok, egy perc is itt vagyunk. A jeepet el tudjátok hozni? Aha. Jó, akkor az csak nem sürgős, csak hogy hozzátok már, ki kéne valamit próbálni. Okés. Okay. Na igen, bocs, figyelek. Hogy
Bryant akartam így hirtelen kérdezni, hogy nem tudom, kezdőbe egy 30 kötőjel 50 közti. Persze. Miből? Steak. Hát így steakből, meg energyből. Tehát egy ilyen, mit tudom, egy 30-50 közötti simán, ilyen alap. Simán meg tudjuk oldani, a 10%-os kedvezményt azt simán tudom tartani. Valamint csak arra vagyok kíváncsi, hogy a Jeepet mindjárt hozzák a fiúk, és akkor utána megnézzük, hogy mennyi fér bele effektíve ezekből. De hát hogyha... figyelj, kint van nekem az Amarok, meg tudjuk igazából nézni, mert 100-as a csomagtere, szóval valószínű. Ja, hogy akkor nem úgy kérnétek, hogy izébe, hogy szállítással, hanem de lehet szállítással, mindenféleképpen. Ja, hát... jó, csak nekünk nem Amarok van, hanem nekünk Jeepünk van, vágod. Ja, az nem gaz. Csak nem tudom, hogy annak mekkora a csomagtere. Jaj, értem. Ez hát százas. Szerintem ugyanaz, százas körül lesz az is. De keleti, te azt tudod fejben, milyen a csomagtere a Jeepnek? Nem, de mondjál, főszedjük, aztán mondom. 70 kiló, lehet 70 kiló, azt mondja az izé, az Endike. Jó, hát akkor ide se kell hozni igazából, csak hogy nézzétek már meg, hogy mennyi. Persze, annyi elég lenne nekünk. Jó, figyelj, én azt hallottam most így előjáról, hogy elvek 70-es a csomagtere. 70-es. Aha. Az még nem is olyan vészes egyébként, akkor szerintem eljön egybe a szállítmány. Jaj, én is ezt akartam mondani, mert akkor az gyakorlatilag egy 50 dolláros fuvar, az kész. 70 kiló. 70-es, jó. 70-es, ja. 70-es, az gázom. Nem kell hozni, nem kell hozni, akkor köszi. Ne haragudj, de ez a 30 ellensztéke, amit vettem, az 10 kilót foglalod a 40-es csomagterembe. Ó, kitűnő. Én még egyszer sem néztem meg, hogy milyen súly, nem mértem még egyszer sem a súlyát a kajának. Jó. De hát figyelj, akkor fullba vagyunk, mert hogyha mit tudom én, eljön egy 50 steak, egy 50 energy, akkor az még felét se telíti, ha jól számolok. Abszolút nem, úgyhogy simán befér. Hát figyelj jelen, én napi szinte járok edzeni, szóval én nekem mindig van egy mérleg. Ja, vágom, meg fehérje, póra, meg minden. Ja. Persze, ki vagy pottint vagy ki, én napi szinte járok edzeni. Ja, easy. Jó, hát akkor gondolom ez még nem aktuális, azt mondjátok. Egy-két nap. Elméleti szinten, ameddig megkapjuk a friss infót, de azon a két napon belül mindenféleképpen fogok szólni, hogy mennyire lesz aktuális a történet, nyilván akkor is, ha igen, akkor is, ha nem. Uh-huh. Jó. Illetve nem tudom, hogy itt mennyire véknyek a falak, hogy mennyire... Eléggé. Aha, az ja, mondjuk baj. Ez itt nagyon, mindjárt nézzük, hogy van-e valaki a boltba rajtunk kívül. Fogadunk, hogy lesz. Tudjuk. Nincs itt senki az égvilágon. De gyertek ide ki, aztán beszéljük itt, és akkor látjuk, hogyha jön valaki. Yeah. Na mondjátok. Lenne még egy másik történet, amiben nem tudom, hogy ti mennyire vagytok most benne, illetve mennyire szeretnétek ezt művelni. Na. Aha, jó van. Még... Hello. Hello. Jó étvágyat, jó étvágyat. Köszönöm. Van egy olyan érzés, hogy majd napon de sűrűn fognak járni. Könnyen lehet. Vendégekben nem panaszkodhatunk, hál' Istennek. Na, miről van nem, szó? Nem. Na, szóval nem tudom, hogy mennyire vagytok jártasok ebben a történetben, vagy éppen mennyire szeretnétek csinálni. Nekünk jelenleg fut egy ilyen kisebb családunk, még jelenleg pecsét nélkül. Uh-huh. Ugye ezért is várakozunk még jelenleg arra, hogy elindítsuk-e veled a beszállítást, avagy sem. Oké. Okay. Nyilván ugye az lenne a kérdésünk, hogy ennekem is legalábbis első körben, hogy nektek, vagy ti hogy álltok ezekkel a rablásokkal és társaival? Hát figyelj, nyomogatjuk, nagyon kicsibe. Tehát ATM-et csináltunk eddig, meg boltot. Csak ki nem akartam mondani, hogy neked faszi vágott. Tehát, hogy értem. Az utcán nem fogok erről beszélni. Most persze. Nem akar bejönni. Ja, szóval kicsibe, tehát bank lenne a következő lépésünk, de hát az meg ilyen... Na, mi is boltoztunk egyet. Ja. James meg izé, Christopher, mi is jöntük a boltot. Aha. Tegnapi nap nekünk is volt James-el, csak így a Natur 2-en egy fullos ATM-ünk, minden riszkó nélkül, szóval easy. Ja. És igen, az lenne egyébként a kérdésem, hogy nem muszáj, tehát hogyha megkapnánk a pecsétet, nem lenne muszáj nektek olyan szinten, hogy elköteleződjetek, hanem olyanra gondolok, mint beugrós. Ja, tehát ha gondoljátok, külső, van... Külsőnbe. Így van. Ha simán, van kedvetek, akkor... Nyilván most jelenleg bővítjük az autóparkot, én most beszereztem ezt az Amarokkot, ugye láttad a Mercimet, ezen kívül mai nap jön egy M3 E36-om, illetve jövő héten 2 darab G-Wagon, ami... Komoly. Yeah.
mi még így készülőben van. Szevasztok, szevasztok. Hello, 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 szia. Hello. Persze, simán, simán tudunk erre lenni, hogyne. Mindjárt folytatom a történetet. Persze, persze. Csak hol is hagytuk abba? Hú, már is emlékszem. Emlékszem, emlékszem. Hello. Hello, hello. Na srácok, de jó, hogy jöttetek, pont. Pont, pont, csak majd, pont. Majd folytatjuk, majd, mert most ott meg valami... Hát esküszöm, a jó Isten is azt akarta, hogy találkozzunk a szerelődelepen. Á, amúgy kajak, ja. Hát, na mi a lófasz van? Mindjárt mondom. Ha fecskendőt vennétek, szóljatok. Na, nem. Kénysavat esetleg? Ne. Köszönöm, de szomjas vagyok, megihatom. Nem ajánlom, tesó. Van hipom, ha szeretnéd. Nem, kösz, inkább nem ajánlom. És küldök egyet, basszus. Easy boy. Hát a szemiszeme. Gyere. El is mehetünk, ha gondoljátok valahova egyébként. Lehet, jó, szólni. Egyébként nem lenne lehet. Rossz. Akkor menjünk valahova. Srácok, akkor izé, a szokásos, hát, vagy ne oda, mit tudom én. Követlek titeket. Minden, halló, mehetek én az izét, de érd el. Nem bírsz le az enyémmel? Fél, cseréljünk akkor, melyik a tied? Ott vagyok, odállok! Odállok, tesó! Na nézzük meg akkor az új kis lambóját a keletinek. I'm curious about that. Majd mondják a srácok. Hallott, keleti, gyere állj ide! Bocs, ott olyan káosz. Kövess! Mindjárt! Követünk majd, jó? Oké. Na, szóval én mondanák egy őt elem, hogy... Mindjárt arrébálunk innen, menjünk máshova. Mindjárt, elmegyünk máshova. Na keleti, akkor mutasd az utat, aztán követünk. Ja, Erike tudja a jó utakat. Erike tudja, és Erike melyik kocsijával van éppen, mert már nem tudom, követünk. A pömössel van ott a Volkswagen. Ah, majd a követjük a srácokat, ők tudnak egy helyet. Legyen az. Ja, jó. Mi ez a kocsi, te ember, ez beteg. Na most mennyire fordul? Várj meg, egy forgolódunk, gólyafosa levegőt. Hova faszom, amely? Utánad, meg amerre szoktunk. Nem, a mercit követjük, a szürke mercit. Akkor a mercit. De most... Most megfordulunk még, hogy ötször egyik. Én már nem tudom. Így maradok felesbe, bazd meg, bármerre tudjak menni. Na most mi van, mutatod vagy nem? Jaj, engem követlek. Persze, azt mondod, hogy nem, izé, persze. Jó, megyünk akkor. Jézusom, ez az autó ember! Úristen, ez a kocsi. Ide? Azt hittem már. Nem igazán adta az ki. Meghalod? Szerintem egész jó lesz. Carter, vázold már fel itt, akkor még egyszer, hogy mi van, mert a srácok is akkor érdekli őket is. Ja. Na, szóval igazából annyi lenne a történet, hogy mármint említettem is, hogy várunk egy bizonyos pecsétre, ugyanis kezdődő csapatba vagyunk jelenleg, és akkor igazából nekem annyi lenne itt a kérdésem felétek, hogy mennyire lennétek benne Bolt, Bank, ATM, autólopás és társai. Autólopás nem éri meg, ez a baj. Nem baj, ilyen, tehát gondolok az alapra. Nyilván az illegális lenne, biznesz, mondjuk. Így van. Nyilván az lenne egyébként a történet, hogy nektek itt a pecsétes történetben nem muszáj belelépnetek, maradhat ugyanúgy szabadúszóak, viszont, hogyha van kedvetek ilyen buliba csatlakozni, akkor összedobunk egy találkahelyet, megbeszéljük, és akkor hagyj szóljon. És hanyan vagytok amúgy összesen eddig? Jelenleg 6-an vagyunk, plusz 2 olyan ember, aki
Van is, meg nincs is, maradjunk annyi. Jó, tehát akkor mondjuk általában négyen vagytok fixen, az a lényeg. Igen, igen, igen. Csak az, az az én kérdésem, hogy nektek a... Most nem, ne érts félre, nem elutasítóan, csak kérdezem, hogy miért kell nektek még egy három, mert mi vagyunk négyen általában. Ha. Jól számoltam, ugye srácok? Igen. Na, négyen. Ja, összesen így négyen. Hogy most akkor mi még négyen megint, hogyha arról van szó rácsatlakozunk, akkor már 8, akkor az már megint rengeteg ember, és ott fogunk tartani, mint a Jackékkel annak. Mert voltunk Jackékkel egyszer egy ilyen balhéban, ahol valami 50-en voltunk, vagy én nem is tudom, bazd meg. Milyen balhé? Hát volt egy ilyen izé, valami pirosokat akartak átbaszni, vagy mi a szar volt, nem tudom. A kínozni. Ja, a pirosak, meg zöldek, meg a faszom. Ja, hogy beöltözünk zöldnek, és akkor a pirost elraboljuk, és akkor váltságdíjat, és akkor valami 40 ember velünk. Miért a Bahamának? Mi a Bahamának utolom, hogy fekete oldala, hogy mi? Mi sötét oldala? Hát hogy a faszban-e? Nem tudtam. Ja, Én nem is tudtam. Nem tudtál, tesó? Volt, aha. Van vagy volt, mit tudom, én nem tudom. Hát most akkor azt most tőlem tudod első kézben. Bocs, nem. Hazudok. Egyszer képzeld el, hogy mentem ATM kazettákra szépen vásárolni az átfeltörőt, és így benyögi a csávó, hogy Bahamás. Mondom, hát én is. És azt mondta, hogy neki úgy van egy eskedét oldala, hogy szép. Ő jó emberek közt, és mondta, hogy Bahamában dolgozik, és jó emberek közt van. Ugye a Bahama egy ilyen fedő cége. Valahogy így említette, érted? Tehát egy ilyen, hát figyelj, az a baj, bátya, hogy az jó lenne egyébként nyilván, hogyha szervezettség lenne az egész mögött, meg tudnánk segíteni dolgokba. Ja. De azért, na, érted? Tehát ez minél több száját kell letetni, annál több fele kell osztogatnia, érted? Igen, igen, ez így van, de viszont nálunk már mondom így, hogy lehet, hogy mi ketten Briannel vagyunk, de a többiek nem tudnak jönni, és akkor már kettő ember kiesett a történetből. Ja, tehát ugye ketten meg szar lehozni egy ilyen történetet. Ja, nem lehetetlen, de szarja. Jó, figyelj, van, arra amúgy szerintem, most srácok, nem tudom ti, hogy nyugodtan beszéltek nyíltan, mert arról van itt szó. Szerintem mi erre lennénk egyébként, így akkor úgy értem, akkor csak itt egy beugrósba ilyen néha-néha besérteni. Persze, persze, tehát persze, azért kertek. Mondtam, hogy nem lenne kötelező nyilván, tehát azért is kezdtem ezzel, hogy nem kötelező a családhoz csatlakozni, hanem mint külső személyek, így teljesen függetlenül, tehát tudjátok csinálni a sajátotokat, mi szintén tudjuk csinálni a sajátot, esetleg ha beugrik, mit tudom én, egy nagyobb bank valami, akkor összecsődül a csapata, és akkor hagyd szóljon igazából. Aha, easy, figyelj, olyan szerintem olyan konstrukcióval tudjuk ezt vállalni, hogy akkor arányosan szétdobjuk a bejött összeget. Persze. De hát már mint hogy akkor, de én azt úgy értem, hogy akkor a piszkosat. Persze. Jó. Ja, hogy az megjön, és akkor nem a mosottat, és utána majd még számolgatni, amikor gyűlt, hogy akkor mosottat, és vajon akkor annó mi mennyit raktunk bele, meg izé, hanem tökön tudja, $8,000 jön piszkosba, és akkor négyen vagyunk, teszem azt mondjuk, akkor 2000 per fő, és kész. Az nem persze. Is az. Én ezt így tudom elképzelni. Vagy pedig, mit tudom, én azt mondom, hogy fele, és akkor mi elosztjuk a felét, meg ti is a felét, és akkor érted. Én vagyok a hülye, nem követem. Kettő csapat nyilván vagytok, ti vagyunk mi, ha megvan a rablás, ami összeg befolyt, azt elveszünk ketté, ti csapatotok, mi csapatotok, ez csúly. Hát ez mondjuk így, ez már így meleg. Ez így netzó, ezek kik, bazd meg. Hál' Istennek. Ilyen faszom ez. Nem tudom, de nekem nem tetszik. Nekem sem. Inkább az alma. Én inkább beszállok a kocsiba. Alright. Autós találkozom, ugye? Hát húzzunk, srácok, a faszomban. Srácok, kocsiba, és húzzunk a gecibe. Nem kell a balé, húzzunk a gecibe. Pedig én szeretem a balé. Elhiszem, van nálad valami okosság? Itt a kezem. Aha, jó. Menjünk oda a szokásoshoz. Jó. Hallod! Kövess minket! Jó van. Jó, akkor menj előre, izé, keleti. Ma izé menjen előre, a Ruiz. Akkor Ruiz menj előre. Pikába, öcsém. De van libák. Megyünk.
lassan fogok menni. Király. Nem, az a baj, srácok, hogy nincs nálunk stukker senkinél, én nem akarok így belemenni balhékba. Á, most nem akartam belemenni, hogy rá van írva, hogy ez az ő helyük, vagy mi a fasz. Mert van egy olyan, hogy nálunk van mindkettő strapped, úgyhogy... Oh, fuck with that. Csak azt kéne bazd meg, hogy itt izé... Lekastázzanak a francba egy ilyen hülyeség miatt, meg felállunk ott szájkaratézni, az előveszi a pisztolyt, mert azoknál tuti volt valami. Ha van nálunk is tukker, akkor más a helyzet, de így nem. Hú, ez az autó ember, ez beteg. Szevasz, jelen. Wow, azon ölt, hogy jelen. Kemény. Voltam ugye a CMGB-nek a izéje még annó. Nem megyek, már gondolkozok egy nyugodtan, pár. Nyomod. Na nem az igazi a Verdami. Miért? Én nekem tetszik. Nagyon tetszik, hülye. Nagyon dobálja a valagat. Kurva nagy, kurva hosszú kocsi. Na, srácok, remélem itt már azért békén fognak minket hagyni. Mi ez a hely, bazd meg? Itt majd rájövőre? Így szoktunk, így szoktunk így lazítani, hogyha arról van szó, you know? Mi ez? West Coast Custom, vagy mi? Hát, mit tudom én, valami kis garázs, ez kész. Na, hol tartottunk, srácok? Carter, te veszi, te tudod. Ja igen, ott tartottunk egészen konkrétan. Hogy azért, hogyha mondjuk mit tudom, hogy mi hozunk három embert, ti meg mondjuk ketten vagytok, és akkor elfelezzük, ja. Akkor nekünk kevesebb jut. Úgyhogy én azt mondom, hogy per fő, arányosan. Akkor de igazából oké, jó is a történet. Pláne, hogy nem mindegy, hogy ki mit rak bele, érted? Tehát, ja, hogy ja, ja. Valaki csak külső megfigyelő, valaki meg bent túlsztárgyal, érted? Persze. Jó, arányos. persze, arányosan, ugye én azt mondom, hogy egy ilyen, mi úgy tudjuk vállalni az ilyen besegítést, hogy mindenkinek fejenként arányosan, mert mindenki vállal a kockázatot. Mi házon belül a srácokkal máshogy szoktuk ezt intézni, de így, hogy így csak így tudok besegíteni. Tessék? Százaléka? Hát most éppen máshogy rendeztük, legközelebb valószínűleg már nem úgy fogjuk mindelőször. Nem, mi házon belül mi úgy szoktuk rendezni, nem fogok hazudni, hogy arányosan, hogy ki mennyit pakolt eddig bele, stb. Stb. De így ebben a dealben mi ezt úgy tudjuk vállalni, hogy mindenkinek, tehát per fő ugyanannyi. Tehát mit tudom, még egyszer mondom, 10 000 jön. Vagyunk, mit tudom én, négyen, akkor 2005 per fő, kész, ennyi. És piszkos, és kész. A nekünk legutolsó ATM-ünk Brian-nal úgy zajlott, hogy elhoztuk, amit el kellett, aztán ketté fele dobtuk, ugye nyilván már ketten voltunk. Most, hogy vagyunk hárman, négyen, akkor úgy dobjuk szét, egyet. Jó, hát az ATM az megint más érthet, tehát az ATM-mel mi is úgy lennénk, hogyha csak azt csinálnánk, hogy nem mindegy, hogy mennyi jön be belőle, mert hogyha valaki balfasz a törésben, akkor nyilván izé van. Ja. Nyilván. Nekünk itt Brian a fő törő ember, mert ő Oszkeni vágja a témát, én meg ilyen nálunk meg én vagyok. Ja, nálunk meg a keleti szokta, ja. Figyeljetek, egy jó, nagyon jó tanács. Ne plazmavágó nyomjátok, mert beírja azt egyből tablettal, sokkal későbbi az be. De nem tudjuk, hogy tablettel, nem csináltuk még tablettel soha. Ja, az annyi történet ugyanúgy kell csinálni, mint plazmavágóval. Igen, csak ott annyi történet van, hogy ott kaptok egy ilyen kis plusz történetet, mintha, mit tudom én, lenne mondjuk egy zárfeltörés. Tehát ott egy ilyen hasonló kontextusú dolgot fogtok kapni hozzá. Nyilván de annyira nem nehéz. De nem nehéz egyébként. Na majd megpróbáljuk azt is. Ja, hát figyelj, Keleti, amúgy pont jó, mert ezért kedvezményet tudom beszerezni. Igen. Persze, hogyne a tablettával. Persze. Most még 2000 pluszba vagy. Viszont annyiba kell figyelni egyébként a történetet, hogy tegnap rápróbáltunk James-el megint egyszer. Nyilván már átálltunk a tabletes történetre, mert idézőjelben biztonságosabb. Annyi, hogy valamikor gondol egyet, és akkor így fogja, és elhajtja a tabletet. Tehát rácsatlakoztatod az ATM-re, hogy oké, majd akkor az megoldja. És egyszerűen fogta a rondboszt, így elhajtotta a tabletet, hogy oké, akkor ezt most nem. És időben amúgy gyorsabb a sztori?
Hát nagyon minimálisan. Tehát nem sok különbség van közte. 10 másodperc. De azzal akkor nem jelez be, azt mondjátok. Sokkal nem. Később. Egy perc előnyitök lesz, de a kártyák, de körülbelül fél percig fogják látni a nyomkövetőket a kazettákban. Fél percig látják a nyomkövetőt a kazettákban, de egy perc előnyitök van menekülni. Vagy jó, de az idő alatt a vizé Ferrarival lelépünk onnan a rákba. Persze. Hát mi is így csináljuk a Mergába. 40 másodperc előnyitök van, elvileg. Hát hivatalos, nagyon jó. De azt mondom, még könnyebb is beszerezni most már nekünk, hál' Istennek, úgyhogy... Hát, hogy meg van még egy... És ez a mennyire? Benne plazmavágó azért az 2-3, sőt 3-ra izé elég. A tablet az mennyire elég? A tablet, ha jól emlékszek, akkor az 4 vagy 5. Na, az teljesen... 6-ra is. Mi 6-ot megcsinálunk egyszer. Az fullos, bazdmeg. Attól függ, milyen márkájuk. Hát meg mennyi, hogy használod. Hamacsi. Izé, mi a faszom az? Fujigama. Ja. Egy kis tábban tudok. Kicsi Fujigama. Tablet. Belül Sony, kívül Fujigama. Így van. Úgyhogy nyilván ugye erről a történetről lenne szó. Ugye amit mondtam is, hogy az autó köröket azt mi próbáljuk bővíteni, tehát hogy mindenféle fajta történetet meg tudjunk lógni a rendőrök elől. Nyilván az Amarok... Nálunk nagyon széles egyébként. Nyilván most ott van nekem az Amarok, azzal hegyen keresztül akár jöhetnek. Van Kawasaki Ninja, amivel tudunk menekülni, ott a Merci mint sportautó. Tehát vannak most itt jelenleg ilyen történetek. Terepjáróból most fogok majd nem soká bővíteni 2 darab G-Mercit. Hú, de só, lehet, hogy az egyikből én bepróbálnám azt a Jeep Gladiátortam. Igen? Aha. Kényelmesen ilyen terepen 180, a úton meg ilyen 260 környéke maxosan. Az nem egy rossz történet, egyébként nyilván ott nekünk inkább a terepre kellene rámenni. Persze, ugye, hogy ne. Én is nyilván végsebesség szempontjára tekintve. Mondom, én Jeep-el nagyon jókat tudunk csinálni. Egyszer az elején egy megcsókolt egy izét, szalagkorlátot, de hát az mellékes ma. Az a Jeep-el volt, ugye? Uh-huh. A Jeep-el volt, ha az elkapásáról beszélsz. Aha, akkor arról. Hát nyilván szemben vannak. Ugye Mr. Priuson van. Mit van? Ellennek van Priusa. Van, hogy nem. Barátocskám, PUV-k a városban még nem kaptak el egyszer sem. Hát, engem sem. Két éve itt vagyok, de még nem kaptak el soha. Nekem volt egy szopó történetem. Jaj, bocsánat. Iha, jó, már értem. Bocs, bátya. Volt egy olyan történetem egyébként, hogy kimentem a katonaságra, tehát nyilván fingom se volt arról, hogy nekik ez be fog az a történet jelezni, hogy én mi helyben léptem. Nyilván kint voltam a Mercivel, ott nézelődtem, stb. Keresgéltem, hogy na ugyan mit lehet itt találni, csak egy katonaság, nyilván lesz valami. És akkor első történet, láttam a szirénát, jó, akkor takarodjunk kifele. Nyilván jöttek utánam, a kapuba meg már ki volt górva az összes szeges drót. Faszal. Én meg úgy belehasaltam mind a húzat. Nyilván mind a négy gumi az off rögtön. Nyilván. Úgyhogy az nagyon fasz a történet volt, úgyhogy nekem ott volt a serifek, be is vittek. Hát jaj, hasonló volt ellennek is. Igazából. Rádium keres még. Yeah. Ki keres? Minket rádium keres. James, hogy nem tudom ki. Majd beszélünk vele, ha ezt lerendeztük. Na, de amúgy van még valami egyébként? Vagy lerendeztük? Hát nyilván, itt a fő szempont nekünk meg lett, azt mondtátok, hogy benne vagytok a történetbe, így alkalomattán, ha éppen úgy jönnek össze a történések. Nekünk igazából ez már, így azt mondom, hogy egy nagyon jó történet. Aztán még egyébként annyi lenne, hogy valamiféle közös frekvencia megbeszélése. Na ja. Sima ügy. Hát ezt szerintem amúgy, ezt szerintem megdumáljuk akkor, amikor már ténylegesen arról van szó, hogy akkor megkaptatjuk a pecsétet, meg a tököm tudja. Én azt mondom, hogy akkor nyomjuk ezt. Jó. Mert addig azt gondolom, hogy most én akartok akkor belemenni semmibe igazából addig. Bele tudunk igazából, mert fegyverek, kocsik adottak, szóval gond és szása.
Aha. Hát akkor dobáljunk meg valamit akkor. Van tech nálunk is mindenünk már. Így van, így van. Jó, akkor várja. Na, akkor mi legyen? De úgy értem, mi legyen a frekvencia, bocsi. Ja. Hát akkor mondjátok, én nem mondok semmit. Persze. Oké. Okay. Ej, vassza! Hallani? Biztos, hogy én nem megyek most fel. Nem tudom. 125-74 volt, hogy valami megszom, ugye? Akkor változtassuk meg! Nagyon fasz! Bazd meg! Igen! Ja! Oké. Okay. És akkor ez most ki van pinnelve ugyanúgy? Igen. Jó, akkor most már nem mondja ki senki? Oké. Nagyon jó. Akkor mi volt a frekvencia? Chill. Köszi Zsoldos a giftet, subgiftet és Sikátó, üdv a 100 kilósok között, írj e-mailt, mindenki írjon egy e-mailt, rendőr fog érkezni a Discord. Rendőrségi rádion. Kékek vagyunk nagyon. Na, szóval, és mi az, amit legközelebb akartok nyomogatni? Ilyen bankocskák, meg ilyenekre is vagytok? Nyomogatni? Hát inkább egy jó nő segít inkább, de... Bátya, akkor menjél fel a Tinderre, azt nyomogassad. Ó, tényleg a Tinderre. Akár. Én nem nagyon már. De inkább egy jó nagy bankot, de 8-an mellett tudom egy állambankot. Az elvileg 50 000 piszkos. Egy rablás. Csak kell hozzá sok minden. Igen. Megvan mindenünk. Ja, jó van. Azonosítókártyánk van, bankkártyánk van, pisztolyunk van. Túszotni kell, kocsink van. Ennyi, easy. Figyelj. Egy jó csapatban nem kell más, egy jó hacker. 3-4 profi sofőr, akiket nem tör meg a nyomás. Doom of France, etc. Így van, így van. Meg egy olyan ember, akinek áramkör volt a jel az ohiba. Csókolom. Ennyi, bazd meg. Azonosító plusz belépő kártyáink vannak. Mint a szemét. Hát konkrétan. Ja, meg akkor mind a déli busz. Ja, meg herka, az nagyon kell hozzá. Hogy micsoda? Herka, heroin. Egy kicsi heroin. Minek a heroin? Tudom, felparkett, vagy valami. Erősebbnek érzed magad? Is, meg úgy igen, a reflexei az úgy kicsit jobbak leszek, hogyha futni kell. Ennél jobbak? Hülye vagy? Hát olyan vagy, mint a pókember. Akkor még ettől jobb lesz. Attól még jobb lesz, de ha szervezeted olyan friss lesz, mint a kacsa picsája. Ez így jobb, bazd meg. Hát csak a tököm akar bazd meg még ráfüggni erre is, bazd meg. Hát nem okoz az függőséget egy-egy alkalommal. Jó, hát figyeld. Alig, de hogy is semmit kinek mi. Jó, nyilván, ha belekóstolsz olyan nagyon, akkor lehet, hogy eldobott tőle magad, de... Hát, ja. Ja, de igazából ennyi a probléma csak. Kiálljolok a rablás közben, az meg ott elalszak, vagy valami. Hát azért álmomba meg, izé hányásba megfulladok. Hát, mi van abban? Mint Jane. Egy jó tanács, hogy fel behetkáztok. Zárt területen, nagyon tartózkodjatok. Milyen felületen? Ez a felület. Hát, 4 fal közt. Ja. Hát ez... Inkább természetben, mert lehet, hogy így megfelelsz a falat, aztán attól szól egy fél évre. Jó van akkor. Kibazd meg! Jó szer! Jó cucc! Jó, de nyilván itt azok az adottságok a lényeg, amit megkapunk tőle. Vágom. Bármilyen futni nem tudom, mikor van szükség, érted? Hát amikor lerohad a kocsi, hogy bekerítenek, aztán futásban.
Hogy rohadt le a kocsi? Tehát még soha nem rohadt le a kocsim. Hát, nekem se, igazság szerint, tehát ilyen üldözéses történetnél nem volt rá még eddig alkalom. Ahhoz utó kell, hogy érjenek bátya. Igen. Jó, mondjuk, de érted, hogy eldobod a kocsit és pont úgy reszett, mint... De nem dobom el bátya. Hát tegyük be, hogyha egyszer eldobod. De nem dobom el. Jó, akkor... És akkor mi, hogy izé beszúrod magadnak, amikor eldobtad akkor a kocsiba és akkor kiszállsz, azt rohansz? De hogy amúgy is... mit menne amúgy? Vagy az... Nyilván. Ne. Sosod fel meg itt egy kis kanálba a cuccot, az izé kis mondta várjál, várjál. Jaj, jó, oké. Okay. Állj már meg, tök még bedobom, várjál már, de ne gyere már. 5 perc, bazd meg, várjál, melegszik a kanál. Melegszik, formál a kanál, tesó. Tényleg akkor a kanál nektek nem kell? 1000 fokos kés kíves. Hát, nem tudom. Ez pont jó, vagy fecskendő, nem kell nektek? Van jelenleg nekünk is. Nem tudom, egy de pár nektek, száz darab. Nektek van, nem kell információ? Nem kell információ egy két lelőhelyről? Milyen lelőhely? Hát mi kb. Minden. Műanyag, cső, rugó. Három is. Tesó, de olyan kell, amit tudunk is használni. Hát most érted, én most oda megyek valahol. Kocsi jön. Innen már csak megy bátya. Menjen. Aha, hallom én is. Amúgy srácok, fegyveretek, nincs eladó véletlen? Dehogy nem. Valami pisztoly. De te somiből nincs pénzünk rá még. Chill, van. Basz meg. Hát persze, hogy nincsen, bazdmeg, veszed itt az autókat, tonna szám, tesó. Most már van, azért, hogy legyen pénz, vágod? Ja, hát jó, vágom meg. Szóval, na, egy pisztoly, hogy van nektek? 6500 pullas. Egy tára. Egy tára, 6500, aha. Jó, lehet, hogy majd lennénk rá amúgy. Oké, nyugodtan. Hát meg nem, mi is... Vagy most nem, 6500 tára, tárnék 7000. Vagy mi? Fordítva, na. Jó, oké, meg vagyok. Tehát akkor 7000 tárral. Aha. 7000 tárral, aha. Jó. Meg most fogunk majd egy párat még ugye majd összerakatni. Mik a zöldek, te volt? Attól szerzem be 6500-é. Tesó, 11-ért vettem 2 tárral. Az mondjuk nem rossz. Az amosz. Tényleg? Cigány vagyok, bazd meg, hát lealkudtam. Akkor most, nem, hát akkor van 2 stukkink? Hát az még az a 2 stukkink, amit használunk. Ja, még az a 2, aha. Lehet, hogy kéne egy harmadik is, nem? Nem tudom. Meg mindenkinek legyen egy. Ha jól emlékszem. Tessék? Mondom, volt, hogyha jól emlékszem, csak valakitől elvették a rendőrök. Ja, hát igen, bazd meg, jó, rendben van, persze. Szólni kéne, hogy James-ek titeket most idejönni lefegyveretünk szépen, aztán vinnénk a pisztolyt. Mit viszel el, bazd meg? Hát nincs nálunk bátya. Hát azért annyira hülyéknek sem nézlem, hogy azért magukkal húrcolják. Nikoletta nagyon húzva. Szerinted egyébként lenne esélyre kell venni pisztolyt tőlük, bátya. Nem azért az egy cél. Hidd el. Öltem én már, nem egy-két embert. Most mekkorát nézem, hogyha kiderülne, hogy rendőr vagyok. Na ilyenkor mi van, bátya? Ja. Hát akkor felvennénk a nyúlcipőt. Hogy? Be vagyok zárva már bátyát, már ott kint izé van, már ott várnak a rendőrök, szerinted mi volt az, ami itt szöges dolog, felállítva. Hát figyelj, a Amarok az mondjuk 2 autót laziba eltol, szóval... Na, de. Komolyságot bazd meg. Nyilván. James, hallod? Zákát készítsd! Na, jó van, srácok. Ez igen. Megdumáltunk szerintem mindent, nem? Meg. Jó, akkor közös freki megvan, akkor így van eladó pisztolytok, azon még gondolkozzunk, meg majd akkor meglátjuk, majd lehet, hogy tudunk jobb konstrukcióba, és akkor nem kell titeket se lehúzni nyilván vele. Mert nekünk is kéne szerintem majd még egy, hogyha valami buli van, legyen mindenki. Az lenne a lényeg, hogy mindenkinek legyen egy szerintem amúgy, tehát én lehet, hogy még 2 kéne egyébként, de mindegy, az már más kérdés. Ja. Jó, srácok, akkor figyeljetek, majd beszélünk, meg kontaktálunk szerintem, és akkor majd meglátjuk. Aztán hívtok minket, vagy írtok, vagy tököm tudja, hogyha van valami buli. Persze, számod általában, meg. Nem... Általában ilyen vasárnaponként vagyunk mindannyian. Az nem gond. Az a plusz info, amit tudok adni. Tehát, hogy az a legjobb, mi is. Hétközben nem sűrűn, tehát úgy, hogy mindenki van, de egyébként azon kívül attól függetlenül keleti szokott lenni lehet, nem tudom, tehát lehet, hogy őt is el tudod érni majd egyébként, hogyha arról van szó. Vagy a Ruiz-t, vagy akár a Lakatos, ő van még nálunk. Oké. De én speciál, de úgy, hogy mindenki van, az mondjuk általában inkább hétvége van. Az inkább nekünk is jobban fekszik a hétvége történet, úgyhogy azzal nincsen probléma. Jó, easy. Na hát nem tudom, akkor itt veled még keleti akár kontaktot, vagy a srácokkal, hogy azért mindenki meglegyen, ha... Veled, Ruiz. Így van.
hogy akkor mindenki meglegyen. Az urancsátok. És akkor úgy egyszerűbb a törték. Én is küldöm. Küldtem. Most van $4,150 nálam. Nem nagyon. Boltban, kezdte akkor nincs semmi. Boltban. Hát az volt. Boltban van valami $7,000, még az elég a short. Aha, jó, van, az a pénz az kell arra, hogy tudjuk a szállítások, szállítmányokat nem kezelni. Nikola? Da. Jó. Na jó, akkor majd Brian tovább górja nekem, mert nekem megfogyott a telefonom, és úgy dönt, hogy sehova. Ez az Amba, az kicsoda? Micsoda? Az Arriba bátya. Arriba. Arriba, ha? Nagyon szartam. Arriba! Arriba! Ja. Na, helyre, pofozódott a telefonom. Nikola! Akkor ezt osztom neked, Carter. Egyszer. Nagyon jó. Nekem megjön. És akkor keletinek elküldtem. Jó. Elvileg. Na, alakulnak itt a kapcsolatok, srácok, nem kicsit, bazd meg. Ja. Kedvencbe vagytok rakva, aztán könnyen el tudtok élni minket is. Very nice. Jó van, srácok, akkor jó majd van. Dumálunk. Yeah, yeah. Jó, oké, okay, okay. Jó van. Na, csá. Csá, csá. Hello. Kérohoz el tudunk menni? Aha. Akkor követlek keleti, mert nem tudom hol van. Jaj, a nagy Drift Kings, bazd meg! Jaj, Móni! Na így első blikre. Lakásba megdumáljuk. Szerintem. Mondjuk nem dumáljuk meg a lakásban, igaz? Az a izé gipszkarton falat, az meg. Igen, igen. Figyelj, de nekem, nekem... Itt eledett az agyomba. Jaja, nekem ilyen occasionally, okés a dolog. Nem tudom, meglátjuk. Ki kell próbálni. Lesz, ami lesz. Nagy baj nem lehet. Első buli után megtudjuk. Csak ne ráncsanak le minket, bazd meg. Azért mondtam... Nekem a kalapos inkább szimpi. Igen, igen, az ilyen nyugodtabb. A másik az ilyen... Hát hagyjuk is. Előttünk bolt van, és így én azt kikerülni. Ó, kajak. Na, egy építő munka, Erike? Mehet. Én megyek boltba egyébként, nem tudom te, hogy vagy. Boltba? Aha. Tudod, ha már építkezünk, boltba megyünk. Jaj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 
Az mit ment, bazd meg? Imádom, hogy kilóg a fejem amúgy, amikor rádióba beszélek a kocsiba. Szép nap volt. Komoly verd a srácok! Hallgassa meg! Yeah, hallottam, hallottam, nagyon jó volt. Hát előbb olyan balesetet szenvedtünk vele. Látom, bazd meg, egy darab szar az egész. Komoly, komoly. De azért ez céges autó. Hát akkor nem kell sajnálni, ugye? Hát akkor... Úgy van, hát azért de úgy kell majd visszarakni, hogy le van szervizelve. Aha. De nem én fogom szervizelni a köztetőt. Nem is én. Itt az... És hogy vannak, uraim? Jó, kösz. Nagyon jól vagyunk. Jaj, bazzik, lejártam meg jó. Még egyszer, please. Ah, nagyon jó, kis autó van. Ez a sárga csoda. De, na mindegy, én ezt nem értem. Van amikor beadja a izét, van amikor nem. Szavaz, Pál! Na. Átvedlek már gyorsan, mert már büdös a ruha. Nyomjad. Nézzük a másik szettet, amit összeraktam. Ez most én is összeraktam. Az melyik volt, bazd meg? Lakers, az már volt, Pippem. Jelenetnek túl sok ruhája van, bazd meg, ez folyamatosan öltözködik.
Úristen, bazd meg, hát ki ez az ember, te? Hát nem, bazd meg, hát frissnek kell lenni. Nyomok, de az a baj, túl jó szettet raktam össze, én ezt nem bántom ma. De vágom, vágom. Ja, nem ülök le ide, mert messze leszek, bazd meg. Hú, hogy jössz, Ruiz, azt a büdös kurveget. Persze. Mi szarik, tesó? Ne kövétsei, mert átverek olyat beszarsz, bazd meg. Azt te is komolyba leütél. Soha nem vagy semmi, bazd meg. Na jó, van, lebaszom ma magam, én is faszom. Jó, az az ülés, tesó, annyira... Ah, de kényel. Jaj, Istenem. Na. Azért te is leütél, tehát. Na, jó van. Jó volt. Faszom, hogy látom, hogy felbasszáltak a cipőt. Jaj, köszi, izé, AI shoes, you know, feel me? Na, hát, chilling, grilling. Jó, hát nem tudom, hogy mi lesz most így ezzel. Hát ez, ja. Első üzét megvárjuk, azt majd kiderül, hogy milyenek. Jó, hát meglátjuk igazániból. Figyeljetek, az a jó bazdmeg, hogy... hogy kajak a táblagép az már easy. Easy beszerezhető. Kis túlzással. Mennyi hát, amúgy? Kurva drága amúgy, $500 egy táblagép, de... Hol van együnk most, nem? Tessék? Abban van egy nekünk most. Hát annyi... nálam nincs, azt tuti. Mindjárt megnézem hát már. De amúgy meg... Ezért... Mennyibe tudod te hozatni? Azt most hirtelen nem tudom, azt a boltba kéne megnéznem. Pedig ma már hozattam be egy párat. 400-ért hozod azt. De négy, annyi lesz, igen, mert 5 darabot rendeltem 2000-ért. Ja? Egy darabunk van amúgy. Van egy darab, aha. Aha. Na, akkor még nálam van még egy plazmavágó egyébként. Mert akkor én most kell-e még valamihez? Plazma, hát, azt el kell adni. Azt el kell adni a picsába. Plazmavágót? Aha, hát mennyi gáz van abban még? Azt tudja. Hát nekem most találtam kincs, vagy zsírúj. Ne bassz már! Még hány telefont vigyek le? Rád verik egyet, vagy mi van? Na, szóval, hogy, ja. Hogy az... Hát nem tudom, mi legyen azzal. Fasz tudja. Nem tudom, egyelőre megvan. Tartom, benn van a izé kocsimba. Easy. Tudod, nem hozom ide, mert bármikor úgy van, feljövök, eladom a picsába. Ja, vágom. Ja, hát az a legegyszerűbb igazából. Most nyilván ne ést félre, amúgy behozhatnám ide, és mondom azt, hogy nem bízok benned, hogy valami. Jó, ne, hát de most egyszerűbb, hogyha eléred valamit. Nekem könnyebb így, igen. Egyébként az eladható cuccaimból mennyi van még itt? Hát figyelj, attól függ, mi számít eladható cuccnak. Hát, amiket ma adtunk el például, arra gondolok. Nem akarom, hogy most megnevesíteni itt a gipszkarton miatt. Ah, hál' Istennek akkor. Chilling, laid back. Mondjuk semmi értelme a setnek, tehát Iversonos cipő, meg Lakers gatya, de hát az a baj, hogy Sixersben nincs ilyen gatya. Pedig az úristen, mekkora lehet menni, te jóisten. Két teknős, meg egy plazmavágó. Mi az a teknős? Két teknős. Az kurvára nem éri meg egy. Nem, hát, de hát most mit csinálják? De mi az a teknős, srácok? Teknős, lehet fogni. De a védett állat az illegális, és piszkosba fizetnek érte. Ne bassz már! Ilyen 50 piszkos. Dollár, ja, kb. Jézusom, és az a mi a szart csinálnak? Nem akarom tudni. Mi is tudom, én levest. Levest, ja, jó, oké. De jó. Hát tudja a faszom, mit tudom én, bassz, meg ne kérdezz ma éneket, az a lényeg fizetni. Jó, vágom. Ezért tudtok valamit amúgy, lakatosról, hogy mi a fasz van? Lófasz, nem tudok róla. Na mindegy, majd lehet izé... őt is izé, meg van fázva biztos. Ja, lehet, ja. Hát én lekopogom, nem vagyok megfázva. Örülj neki, tesó, majd te leszel a következő bátya. Majd kösz. pár nap, aztán már köhögsz. Olyan vagyok, mint a mosott fos, bazd meg. Vágom, tesó. Na, én már túl vagyok amúgy szerintem rajta. Igen? Aha, én már múlt héten letudtam. Dolgokat. Két nap leforgása alatt. Az és úgy, hát én tudtam. Negyedik napja halalomon vagyok konkrétan. Na jó, srácok, lehet, hogy vissza kéne menni a bolthoz amúgy. Még nézzük a boltot. Hát ezt a káoszt amúgy tényleg, ami hát ott majd, van. Hát mondjuk ott az tényleg káosz volt, bazd meg. Az halal volt. Hát amúgy ott tényleg kellünk is, mint Beastie Örme, bazd meg. Hát lassan már fizetést adok nektek ezért amúgy. Hallod, kék konkrét bemegy, bazd meg. Ja, igen, tudom. Na? Oké, okay. Én is. Fire. Hát konkrétan mondjuk, hogy tárgya, azt nem menjen be és bemegy. Vágom, én küldtem ki utána, bazd meg. Nem álltam ott, látod, az a baj? Ja. Nem vagyok elég határozott lehet.
Hát nem tudom. Na majd most. Hú, az a légközgatja, az egy meccsel a gatya a kocsi. Hol van a kéró? Én oda se állok a polt elé, ami ott lesz. Nem biztos az. Álljunk be egymás mögé, aztán. Jó, adom. Engedlek. Ja, kösz. Szevasz, tesó, ezt hozzám hoztad? Tesó. Mit nyomult? Hallod, batya? Há, jó van. Figyelj ma. Nem hall. Na, nézzük csak meg, hogy most miből hogy állunk. Meg úgy kassza szinten, meg kasszába, aztán most kurva kevés pénz lesz, mert 6600. Ja, óvatos, de most akkor azt mondja, szavarja, hogy... mert határozottan. Na nem kell, most nem tudom, nekem hoztál az árut, vagy nem. Mert... kétlem, mert átjött, tudod, a kapun, ahol lerakja. Hát akkor nem tudom, máshova hozta az árut, nem tudom, bazd meg egyszer. Én megmondom neki, get the fuck out. Jó. De van 5 tablet most éppen készletem. Az kurva jó. Most a kérdés az, hogy nekünk kell-e tablet, mert akkor azt én meg tudom venni. Bud Light, Allen Steak, abból is van most, AJOJ is van, Jackson Energy is van, lehet, hogy kirakok egy melót, amúgy futár felvétele. Energy, ugye abból 45, és akkor Jackson Energy, ami fog, sose tudom, hol van, bazd meg, Jackson Energy, itt van. És 50, 45 darab, mert azt nem tudja elhozni az 50-et. 50 munkakirakás. Burgert nem hozott még senki. Keci nehéz kommunikálni egyébként. Hát, javálgom. Igen, burger az nem jött. Bud Light, AJOG az van, Jackson Edge az most lesz. Ellen Steak mennyi van? Még 44, ez jó. Most igazából egészen fel vagyunk töltve relatíve, úgyhogy most így el vagyunk. De lehet, hogy felrakok azért még egy... Jó, szellőzik, így fúj egy kicsit. Steak. Meglengedezi a kis faszodat, jó van. Persze. 45. Teljesen vakon van ez a gyerek amúgy. A vak, süket, néma. Így, ezek most ki vannak rakva. Totális. És ugye az ilyenkor még nincs kifizetve, tehát de, ilyenkor már ki van fizetve, ki van rakva a meló, az komoly. És süket, néma, csávó, nem lehet vele kommunikálni. Jó, van, le van szarva igazából, akkor hát most nem nagyon lehet, hogy bármit kezdeni. Menj meg, pop the hood. Na. De nem fog, hát most ez meg se szólal. Na srácok, kérdés, kell nekünk egy táblagép amúgy? Mert most van készletem. Figyelj, van most nekünk kettő, van. egy darabunk van fixen. Addig ne vegyünk pluszba. Addig ne vegyünk, jó. Mondjuk tök mindegy, bármikor be tudom szerezni, úgyhogy nem... Persze, hogy ne. Jó, figyelj, melók ki vannak rakva. Pergessük? Nem azt kell, nem kell, hagyd a francba. Szedd már össze magad, bazd meg, mi van veled? Süket vagy, azt még verekszel is? A baszok ér rád, olyat beszarsz. A kurva isten faszad. Teljesen vakon van a gyerek. Gyújtót rendeljek? Azt is. Hát nem tudom, hogy megveszik-e, vágod. Lehet, hogy dohányboltba viszik el, vagy valami. Bolond Energy. Ja, most izé, kirak... Most mit táncol az a hülye gyerek, bazd meg? Mondom, hogy degenerált. És azt hát, bazd meg. Kirakok egy nézzük már azt, hogy mi van a boltban, még aztán mi kell. Amúgy van már profitod a boltból? Van, persze, az folyton van, de... Jó, vagy csak az van neki. Hát most úgy nézünk ki, hogy ilyen pillanatban 5400 van a kasszában. Figyelj, fejlesztésre szálljak be. Hagyd a francba, mert úgy, semmi értelmű. Van az izé. Semmi értelmű. Úgyhogy maximum van a bolt, úgy van 5400-as profitod. Hát úgy, mi azt mondja, hogy érted, hogy maximum van? Hát itt csomó minden egy 10 év fullon van, nem? Igen, most már sokkal jobban állsz, mint mondjuk egy héttel ezelőtt, tehát fel van töltve. Igen. Tehát most úgy nézünk ki, hogy narancsléből van 60, Jackson Energyből 36, Steakből 44, burger nincsen, azt én raktam ki melót, de nem viszik el, de majd megoldják. Fél gondol, de elvisszük mi. Jó, hát nem, hát fél, ahogy érzitek, $50 az fixen mindenkinél a fee. Izét akarok, most nem tudom, hogy most öngyújtót most akarja kerendelni, vagy ne. Franc tudja.
Szerintem hozassa cigit, meg gyújtót, az sose baj, ha van. Sose baj. Jó, akkor rakunk ki azt. Azokon is azt, én úgy tudom, hogy nagy az ár is. Meg törlőkendő, az még a... Az... Ja. Ha nincs. Akkor most ezeket megnézzük. Akkor legyen kirakva egy... Meg kell nézni, ki kell tapasztalni, hogy mit visznek. Bolond aranymár poló, érted? Jó, legyen egy aranymarbi akkor, jó? Fia, akkor viszek én is valamit. Jó, köszi. Arany Marlboro, hopp, kiraktuk. Akkor azt mondja, hogy... Zippo gyújtóból nem akarok hozni sokat, abból elég lesz egy 10 szerintem, mert amúgy nem olcsó cucc szerintem. Nem akarom a gatyámat sem. Van egy kis baj, he. Na? Nem mutatja, hova kell mennem, bazd meg. Nekem 6 mérföldre a gecibe. Hála Isten. Ásványvíz. Olyan VAT 2-est húztam itt a izének furgonnak. Hoppa, $10. Kiraktam egy $10-osat véletlenül, bazd meg. Jó. Hát a gyújtó az geci drága, de 10-est kiraktam. Takarodnak. Hülye gyerek. Most ez mi ez a szarit? Hát én most megyek ki 6 mérföldre sztékért. Ugye a helyek azok random? Totál random, pedig jó lenne, hogyha nem lenne, akkor be tudnám árazni mindegyiket, de teljesen. Van, amikor ide kell a szomszéd menni az utca végére, vágod? Ezt igazán megkaphattam most. Jaja! Akkor én is hozok be valamit. Hát lehet, hogy elvállok kint egy melót, inkább azt úgy csinálom. Ja, most már lassan eljutsz oda a bolt, hogy már lesz mit kiszedni belőle. Igen. Bár, majd mindjárt mondom. Ja, bemvégeztek munkát, jó. Szóval azzal az a baj csak, hogy... ugye, hogyha viszont jön egy olyan rendelés, most egyre több olyan deal akar alakulni, hogy egyszer akarnak szállítmányt, akkor viszont kell, hogy legyen a kasszába annyi lóvé, hogy én azt be tudjam egyáltalán rendelni, vágod. Meg hogy utána, tehát na, mindegy, szóval nem egyszerű. Hát berendel, nyilván, azért tudom, berendelni... Hát most már jobban állsz, mint egy héttel ezelőtt. Jobban, hát az biztos, berendelni még be tudom, de aztán kiveszem a kasszából a pénzt, vágod. És akkor nekem kvázi meg kell vennem utána azt a sok terméket, és akkor... Érted, hogy mit mondok, tehát utána kerül vissza a kasszába. Aha. Szóval azért abban most én akarok tartani egy ilyen egészséges, mit tudom, 5000-et minimum. Csinálj egy ilyet, hogy mi alá próbálj meg ne bemenni. Tessék? Csinálj egy ilyen létszet, hogy mit tudom én, 5000 alá ne menjen a bolt, vagy valami. Hát abba vagyok, ja. De mondom, most a készlet az, most egy ilyen 7-8000-ben stabilan vagyok, hogyha elmegy a készlet, simán. Mountain View. De most tök jól tartod egyébként, de tényleg. Hát meg most nem vittek olyan sok mindent, maradjunk annyiba, az a probléma. Száraz kenyér, törlőkendő... Keleti lászad már amúgy a... cutat. 4 bubis ásványvíz. Legyen egy 4 bubis ásványvíz is. Sőt, hozok be AJOJ-t. Na én is elmegyek egy áru szettér. Legyen rendesen feltöltve. Amúgy a fejlesztés, amit legutóbb mondtál, hogy ilyen $7-ra verte a kasszát, az amúgy így megérte? Egyáltalán nem, tesó. Tehát az úgy néz ki, hogy a saját magam által behozott termékekre vonatkozik csak, és az úgy néz ki, hogy nem 45-öt tudok hozni árunként, hanem 50-et. Ennyi. Azt a kurva, 10 000-ért? 10 000-ért, és akkor ez, tehát nem olyan, amit a melót kirakok, az nem vonatkozik erre az autóra, tehát ez csak nekem van. Úgyhogy ezekkel hát a... ilyen sajátba. Igen, tehát hogyha majd nagyon sok, vagy 20 000 lesz a kasszába véletlenül, akkor majd én a kedvezményes ára fogok majd gyúrni, inkább. A termékek kedvezményes árára.
De az is olyan, hogyha maxra fel van, tehát én 50 ezerrel később vagyok úgy 25%-kal olcsóbb, tehát... nem tudom, hogy megéri-e. Hát ki kell tapasztalni tulajdonképpen. Most van az, hogy ugye meg kell nézni, miből mennyit vettek. Igen. Hát most egy picit belassult, tehát tegnap töltöttem utoljára egyébként, és akkor maradt egy pár cucc azért, szóval... azért nyilván az érdeklődés is úgy fluktuál, tudod, változik, tehát hogy... Ja, persze, napról napra. Így van, tehát nem olyan egyszerű. Most én is elindultam egy áruért. Hát az ennyi az megbaszódott, úgyhogy az energy-ből kell megkérdezni egy újat. Nagyon jó. Remélem, ja, nem kaptad meg, hogy hova kell menni. És a tabletta se oldotta meg. Ezzel berakottam a zár. Ó, nagyon jó! Másodikra megkaptam, mehetek 6 mérföldre, bazd meg. Hehehe. Bősz ki te is ide hozzám a rág. Már szögja. Ja, általában oda kell legsűrűbben menni. Kincsed az merre van egyébként? Nekem? A Balettónál van egy sárga tábla mellette. Akkor az neked meg, ha ide kell jönni, útba is esik. Megnézem már én is. Még 15 perc, úgyhogy oda is érek. A 46-nál lesz neked. Nekem a városban van valami. Ahogy jössz ki ide Palettóba, így az út szélén így állnak autók. Tehát most itt elmentem egy Supra mellett, akkor itt egy C63. Valami nagy okosság van készülőben. Ül benne senki. Ez nagyon köszi, hogy ennyien itt vagytok, még húsvét vasárnap is. Beszarás. Úgyhogy ja, hát most így menedzselgetem a boltot, abból azért jövöget pénz, hál' Istennek most van 4000 a kártyán, ami jó. És hát ezt leginkább illegális cuccokba fogjuk befektetni, az biztos. Tehát, hogy autót most nem kell vennem egyáltalán. Azzal a Plymouth-tal én tök jól el vagyok. Nagyon annál jobb teljesítmény autót nem tudnék venni, amúgy se ilyen, szerintem ilyen, mit tudom én mennyi pénzt, tehát ilyen 5000-6000 körül biztos nem kapnék jobbat. Úgyhogy fölösleges. De a pénzt azt nagyon meg kell becsülni ezen a szerveren, az biztos. Tehát nem úgy van az, hogy csak úgy veszek egy fényezést meg izé, és ez így van jól. Tehát ezzel semmi baj nincsen, úgyhogy át kell gondolni alaposan tényleg, hogy mire költök. Nagyon át kell gondolni. Mondom, hogy leginkább én pisztolyt vennék. Ilyesmi. Nagyjából ez van. Aztán hosszú távon meg majd kialakul. De a bolt az egy jó jövedelmező cucc, tényleg, az nagyon jó fosz. Szerintem. Mindezt úgy, hogy hetente most azt mondjam, hogy hetente kétszer töltök kb. Itt kell jobbra menni. Te is szép pirosat kaptál, bazd meg. Persze. Nekem ez egy születésnapi stream is. Követüldözés van, Isten éltesse. Vagy én nem tudom. Remélem volt torta. Kis számos gyertyával. Olyannal, amit nem lehet elfújni. Mert olyan vicces, ha. Remélem akkor extra jól telik. Van még egy szürke. Ezt te voltál ellen, nem mert neked ilyen izé vagány autód van. 10 000. Erős. Ezt én basztam el. Tolkodás helyek eladók. Ezt én basztam el, nagyon nem néztem előre. Franc gondolt van, hogy pont itt most fog jönni valaki, bazd meg. Jó, hát ez a kocsi, ez kampó, ez így már kampó. Meg kell tudni mennyibe. Ez a meló, ez még vajas kenyeret. Nem van egy pár amúgy. Fekszik.
két darab fő van írva. Abból neked egyet mutattam meg, ellennek meg még egyet se. Ja, akkor azokat majd megnézhetjük. Hát vagy ellenem, mi a helyzet? Csoda, nem repültem ki a szélnyugat. Vagy flörtöl a beszállítóval, vagy megint megbasztam. Jó, csak kicsit a gerincemet bevágtam, bazzik, de feküdnöm kell. Én basztam el, tesó, ne haragudj. Én se figyeltem eléggé, mert nekem se kell volna 200-an menni. Jaja, vágom, vágom, tesó, de a faszokban. Kocsit ropa? Hát persze, persze, teljes mértékben. Fasza. De jó leszek, hagyja csak, majd kérek, vannak srácok itt nekem. Hát így is úgy is kell kínes szerelőt, úgyhogy több mint egy enyém is ropa konkrétan. 60, nem tudom hány százalék, úgyhogy. Ja, ja. TLZ, sima brajcos, vagy prémium szerelő, vagy másfajta szerelő kell hozzá? Ne, sima brajcos, sima brajcos. Aha, aha, jó. Fia, akkor hívok akkor szerelőt. Jó, 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 köszönöm. Új is tovább tudunk állni. Mit mondtál, hol lesz az én kincsem? Jó, persze, kicsit feküdünk. Ott kint 046-as. Srácok, én karamboloztam, bazd meg. Na fasza vagy, bazd meg. Ja, hol mondtam, hogy szerelőt kell hívni. Hol vagyok? Mit tudom, itt a tó partján, tesó. 317, de majd jön szerelő, aztán majd itt azért megoldjuk. Jó, van, szója, a baj van. Ja, oké. Tűzs, hogy 046, bátya. Előutok csak kérnek. Hát ott kellene legyen. Ja, persze, persze. Nem, mert brunálok egyet, vagy lefekszek még ide, bazd meg. A sárgaizé, a van, bazd meg. Szendi sorcba. Na, elmélek ugyozni, srácok, bocsánat, mindjárt jövök. Hát pedig ez Sandy lesz. Baraj, maradj ott, kimegyek. Azom se marad itt, bazd meg. Ezzel éve még ide érek. Nem találom itt palettóba, bátya. Jaj. Na, itt vagyok, srácok, sorry about that. Jaj. Figyeljetek, mit találtam. No, de 8 perc van az az jó. Hát nem akar utcak jönni ezek a szerelők. 8 perc van az izé, hát, szerinted meg lesz addig. Hát, leállok a picsába vele, az kész. Annyi idő alatt kiérek és megmutatom. Ha le tudok állni vele még. Hát tök jó. Srácok, valaki el tud jönni, értem esetleg? Akkor ellenér menjél, ne értem. Oké, és merre kell menni? Figyelj, térkép 317. Konkrétan itt vagyok. A tó alatt. A keleti autópálya mellett. Én figyelek. Ugye nem hallottad? Tehát 317, tó alatt, keleti autópálya mellett. 317, oké, és indulok. Nagyon köszi. Ja, hát itt hagyom. Megbaszódott a gép. A Verde. Hát meg fog baszódni, mire visszaérek vele, az biztos, persze. És ezt majd itt foglalják le, az szarom le, mert nem jön ki szerelő, bazni. Neked kell fuvar, tesó? Haló? Neked kell, tesó, valami fuvar? Ne, megoldom. Figyelj, megoldom, szerintem, hogyha nem jönnek ki a szerelők,
akkor azt mondom, hívok egy izét, motivást, vagy valami. Megvan a két. Jó. Én engem annyira nem érdekel most ez itt maradhat. Még egy kicsit meg. Aha, lefoglalják, az kész, nem nagyon zavar. Ja. Hát igen, nem is. Így jártam. Hol volt? A 046-nal. Akkor azért megmondom őszintén, a szívajt rám hoztad. Ja, bazen, nagyon bebasztam a hátam, de már egy fokkal jobb, tényleg. Ez egy durva karambol volt, bazd meg, de... Na, írt a szerelő, lehet, hogy ide érnek. Na fene. Megyek ellen 3-17. Nem TK, ugye? Oké. Hát az lesz hamarosan. Hát de most még nem az, mert akkor a szerelő ugye úgy jön ki. Ja, de TK, akkor hozzák a kis mondatójukat. Ja, vágom! Akkor meg tudja így szerelni? Aha. Most írt, hogy indult. Az jó. Akkor hagyd a faszba, meg fogják csinálni a kocsit, úgy néz ki mégiscsak. Na mindig meg kijövő. Jó, gyere. Akkor megvárom. Hát, szerintem egy pár perc csak kérnek azzal a kis izével raptorra. Ja. Az viszont jó lenne, akkor be is tudom fejezni a melót. Még ezért jó egyébként amúgy a... Én mit tudom, van ez az ételkiszállítós meló, meg az összes ilyen melóban ez igaz, hogyha a kocsi csak megsérül és megszerelik, akkor jó lesz. De hogyha meg letékázoljuk, akkor meg be fog bogarasodni az egész, és egyszerűen nem lehet levinni a melót utána. Igen, is megbasztak belém jöttök. Saját áramon tapasztaltam meg ezt. Nem volt valóságosan kellemes. Vagy? Úgy közönyörödött elém az asztava, mintha nem lenne hónap. Vágom, én is szoktam már be hasonlóval. Jaj, macska. Nem szoktad annyira dobni, Viktor, én se egyébként. Tehát van egy kor, ami után, hogyha... Amit egy elmúlik, vagy túllépsz rajta. Főleg én azt mondom, hogy férfiként egyébként, én akkor utána már nem nagyon ünnepled ezt a születésnapot egyáltalán. Tehát, hogy én amúgy a névnapokat se tartom számon nagyon. Nekem ezek így... Nem tudom, valahogy nekem ez így elmúlt ez a csoda, ami gyerekként volt, hogy jaj, születésnapom van, és jaj, de jó, hanem most már úgy vagyok vele, hogy most igazából mit ünneplünk, hogy egy évvel tovább éltem, hogy túl éltem. Jó nagyokat. Hello. Na elvileg jön a szerelő, itt vele mentem össze. Nyilván csak egy lambója van, ha jól látom, tehát semmi extra. Ja, látom. Aztán... Álljon boltba járós. Az. Ezt pont innen kell, hallod Ruiz, pont innen kell hozni a cuccot, bazmi. Ja, akkor sokáig itt ott ez. De sokáig, ja. Hát én 3 napja próbálok szerelőt elérni, még nem sikerült. Hát nekem most visszajött, akkor jönnek. Felnit szeretnék cserélni. 3 napja, és még egyszer se volt ott senki, amikor oda ment. Hallod Ruiz, te vágod azt a kincset, ami... A városban van, és annyi van rajta, hogy az út szélén egy ilyen piros valami, szerintem én újságos doboz, Daily Reg van ráírva. Mindjárt mondom én neked, az hol van, egy pillanat. Jó, köszi. Az 833-nál van. Na jó, minden. Jó lesz, aha. Ott van át veled, aki neked ment, bazdmeg? Igen, együtt hívtuk ki a szerelőt. Fizettes ki vele a rakba? Dehogy, mindketten elbasztuk, tesó, közösen kúrtuk el. Ő se figyelt, én se figyeltem. Fizettontó. 8.33, akkor elvileg még pont vissza is. Hát majd meglátjuk, hogy vissza fogok-e érni vele. És mit írtak amúgy, hogy jönnek? Igen, azt írtuk, hogy elindult. Nagyon jó. Nem kell vontatni, mi? Nem. Kérdezted illetve, hogy TK-se valamelyik, mondtam neki, nem. Egy idő után az lenne, hogyha még mennék vele, de most még az jó. Autós iskola mellett jobbra, 833. Már az biztos, hogy nem sietik el. Aha, jaj, itt az is autós iskola. Jó. Hát nem tudom, mostanában alig van szerelő, de tényleg. Bezeg este, akkor meg vannak tömzsire. Igen, akkor még nincs annyi autó, amit kéne szerelni. Mint annyi szerelő van, az nagyot szokott menni. Ezt én meg nem mondanám, hogy az a autós kamát van. Van 3-4 óra rá, azt összeszedjük még.
Szerintem ráérok, hogy merre jár. Okay. Az ugye ezt nem drága szerelni egy ilyen melós kocsit, hála a jó istennek. Gondolom a Lambocsi. Mennyire nem van olyan drága, a Lambocsi? Figyelj, 60% fölött 225, a fölött meg 300 valamennyi? Nem olyan vész, azt hiszem, hogy ilyen 1000 körül van. Ha csak a fényeztetést nézzük, az is az meg az beteg. 5000. Az durva nagyon. 5K-egy festésre. Azt, hogy le akarom szedni róla mondjuk a... Minek hívják ezt, csillogást, az meg ugye 3000. Megjött a szerelő. Na, csak emlegetni kell. Na, de szalítvatunk. Megjött a szerelő. Szia, cica! Most rám jössz, fiam? Hello, köszi szépen! Jaj, bocsánat, köszi a telefonomban. Halló, halló! Imádom azokat, akik most irkálnak itt, hogy... Hogy hát az hihetetlen nem tudnak kijönni. Jobb 450 dolláros cipő a zsebbe. Hát nem vagytok túl igazán... sokan mi? Hát most már nem vagyunk, szóval most már azért gyülekezünk, de most azért hárman voltunk, egyik volt telepen, egyik volt a TK-s hívásra, most meg én vagyok a nem TK-sra. És akkor így vagyunk, és akkor meg aztán reklamál, hogy nem tudunk kimenni. Na mindegy. Hát, na még melyiket kell, srácok? De várj, azt ki tudod nekem számlázni? Számlázom utána, vagy most számlázom? Aha, hát mert mindegy. Akkor csinálnám a melómat, jaj. Jó. Bocsi, akkor bocsi. Akkor mondok neked egy árat, egy perc. Jó. 100 nálam kérdezik. Hány volt pontosan? 61 körül. Király, akkor ez 25. Plusz a kiszálló, ami 100. 100. Teljesen jó. Jó. Király. Egy nevet? Légy. Ellen Jackson. Egy rendszámot légy, tudsz mondani? Bolt, nem? Bolt, aha. Bolt, ennyi. Ja, bolt. Király. Király. Mindjárt megleszünk eleti. Tudsz nekem nyomni? Micsodát? Király volt. Egy aláírást, légy. Ja, persze, persze. Fogom a tollat. Hopp. Azonban. Alá is király ittem. Rádiózok, nekem agyon vertek valakit a telepen, nem mindig. Az jó. Jók vagyunk, aha. Kellemes. Ugye? Na, akkor köszi, mi a köszi. Lámbot, srácok? Igen, igen, igen. Nagyon jó, srácok, ez is megvan. Perfect. Nagy macskás izé meló. Hozom addig a vizet, bazdmeg. Hol van ez itt hátul? Valahol? Cica? Kicsit megnehezíted a dolgomat, egyébként nem fogok hazudni. De hát ilyen ez. Ez tök jó, hogy ilyenkor nem cseszi meg egyébként azt, hogy én itt amúgy éppen munkát végeztem, és simán megy tovább a dolog. Simán... Amúgy ez a gép, ez tiszta tokiói hajszra, hülye vagy? Simán elfogadnám azt, hogy izé... Mi az a tokiói hajsz? Ez a furgon? Hát úgy dobja a valagát, mintha nem lenne holnap. Hát az olyan Mastiff 2-est húztam rá. Tiltáson megyek vele végig, de hát az mindegy. Na visszaviszem a boltot, a cumót. Megyek utána. Jövet kapcsolunk azért. Kb. Egyszerre érkezünk szerintem. 125 dollár volt, nem is olyan vég. Szép macska, köszönjük szépen! Szép lusta, nagy darab macska. Én oda nem megyek. Olyan, mint a gazdája.
következő dolog amúgy az lenne, azon gondolkodik, hogy jövő hétre... Ilyen beszállító itt vannak, mert itt van, hogy a nyomor negyedből kell vizet vinnem. Szóval, hogy... hát, ilyen érdekesek, tesó. Szóval, hogy... jövő hétre valami olyasmit kéne csinálni, hogy jó lenne már egy bankrablást megejteni. Szerintem. És ezen gondolkodik, hogy ahhoz vajon mi kell. Az kéne valami kontakt, hogy mit lehetne csinálni, meg mi kell ahhoz, hogy milyen cumó kell tényleg, meg vannak ilyen kártya, meg nem tudom, és arra jó lenne felkészülni. De addig ugye még kéne a boltot pörgetni, ez milyen dolog, hogy te... De addig még kéne a boltot annyira pörgetni, hogy pénzt termeljen szépen. Milyen idős a Jordi? Fú, várjál! Talán ilyen, most ez nem vagyok benne biztos basszus, szerintem ilyen idén nyáron lesz 8, talán? 7 vagy 8. Valahogy így nézünk ki. Úgyhogy kb. Macska évben ilyen fél idős. Lehet azt mondani kb. Úgy tudom, a macskák azért tudnak élni 15-16 évet is. Sőt, körülbelül olyan fél idős vagy, fiam. Középkorú macska vagy. Középkorú, hála jó Istennek az egészsége az nagyon rendben van, de elmúlt időben teljesen. Egyszer volt neki egy olyan amúgy nemrég, hogy így jöttem ki hozzá, adnék neki nasit, és így nem fogadja el, és csak így kukkaszt az ágyban. Na mondom, bazd meg, here we go again, de jó. És akkor éppen dolgom volt, tehát mennem kellett Budapestre fel, mondom nagyszerű, egész nap azon kattogtam Pesten, hogy na bazd meg, akkor jövök haza, és akkor mehetünk az állatorvoshoz. Szerencsére nem volt rá szükség egyáltalán, mint kiderült, állítólag ilyen ősszel, vagy én nem tudom mikor, van, de ilyen még sose csinált a Jordi, van egy ilyenjük, hogy így készülnek a más időjárás, bazd meg, más időjárásra, vagy valami hasonló, és akkor így több energiát fogyasztanak, valami és fogyasztanak az állatorvos, nem kell ilyenkor semmi, csak végén kell őket hagyni. Másnapra semmi baja nem volt konkrétan. Hát mondom, jó van. Ugye hál' Istennek nem volt semmi gétrén. Nekünk 17 évig ért az egyik macskánknál, de erről beszélek, hogy azért ők hosszú távra szólnak. Hallod Ruiz, erre az izére menjünk már el a kincshez amúgy, még miért lerakom ezt a kocsit. Várjál okay. Csak, mindjárt megnézem, akkor azt mondta, hogy mindegy, megmlékszem. 8.33. Na menjünk akkor arra. Saját verbe azt csak, amit akarok. Meg lesz a kincs is egy füst alatt, meg az áru is. Akkor lehet jönni, tízi lakomázni a boltból. Nagyba. Úgyhogy hál' Istennek meg most kapja, ugye most már csak szárazat eszik, hála a jó Istennek, át tudtunk váltani rá. Most már nedves tápot nem kap, és sokkal többet iszik is. Ugye húgyköves macskánál ez nagyon fontos, és ugye kapja ezt a urinary care tápot. Nézd erre, figyelj, ez lesz. Ja, ott van? Nem ez az itt. Aha, az lesz az. Ó, Travis cipő, damn! Na. Na várjál, akkor azt is eladjuk a picsába. Akkor a csukalkat most. Ez az? Kokaint kaptam, nem tudom az mennyivel jó. Azt kaptál? Sokkal. Aha. És megint cipőt kaptam, bazd meg. Az a harmadik. Ne baszd már tényleg? Azt a kokót amúgy szerintem azt ne adjuk el. Ne. Az valamelyik akciónál majd vagy felhasználjuk, vagy nem tudom. Egy darabot amúgy? Vagy hogy? Vagy egy adagot? Aha, egy darab. Ja, jó. Fasz tudja az is mennyit ér. Elraktam tőled a kocsimba. Kell felvihetjük a házba. Azt fogjuk. Hát most még elmegyünk a Hypebeast Store-ba, és aztán utána a Bolt, és aztán Ketszó. Aztán jó, szerintem én mára ennyi ér. Vagyok amúgy. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy még valamit nyomtok-e. Kérdeztem én is. Ja, jó van, jó van. Nem leszek sokkal tovább. Easy. Még kirakok Instára valami promóképet, aztán... Hadd fogyasszanak a boltból.
Na most aztán meg lesz pakolva, rendben. Hát most ja, még a melók is kin vannak. Úgyhogy most az elég szolid a dolog. Jön egy állat. Látom, látom. Tápos. Kinek is mit találtál, te bátya? Travis. Ez hát azt hiszem ilyen 3-400 dollár, nem? 350 dollár. 350, jaj, jaj. Hello, ka? Hello, hello! Figyelj, én találtam két dunklót. Azok jó tudsz-e? 550 dollár, hülye vagy? Hát teljesen jó. Meghalld ezeket a locsókodós helyeket, nézzük már meg. Elmehetünk megnézni. Abba tudok segíteni, mert van egy rapat, amit meg tudok. Mondhatja, fölírom. Melyek a boltba? Hát 89. Azért menj már ki az ajtón, olyan clunky néha amúgy a kontroll. Tápos cicet, az nyilván teljesen tápos macska. De az a baj, tényleg ennél a húgyköves lófasznál nem lehet mást. Na ugye van ez a kutyák izét kapnak amúgy, farkas konyhát. És ott az ugye az ilyen barfetetés, tehát az gyakorlatilag egy ilyen nyers hús, ilyen fagyasztott nyers hús. És amúgy kurva jó meg egészséges. A Jordynak is jó lehetne macskának is adni amúgy ilyen kaját, nyilván egy picit drágább, de mivel ő húgyköves volt, így nyilvánvalóan arra kell állni, hogy ilyen izé legyen. Ilyen kiegyensúlyozott a sztori legyen. Na most meló szinten hogy nézünk ki amúgy? Az a csávó még mindig itt áll? Ez kemény. Futárfe... Na egy csomó melót el is vittek, hál' Istennek, nézzük a bolt, hogy néz ki? 153! AJ, OJ, 88 ellensték, 45 gyújtó, ja tényleg 45-öt vettem, azt jól írtátok amúgy. Tehát, hogy 45-ös ásványvíz, 45 Marlboro, öngyújtó is kéne, hogy legyen, amúgy szerintem Zippo gyújtó, amíg ez ki van lehet rakva még melóban, most nem is tudom. Zippo, 45 van abból is, és ennyi, most egész jól el lesz árasztva, és akkor kassa. Az most kicsit lejjebb ment, lesoványodott, 3121 dollár van a kasszában. Hey yo! Te so, állj már, légy szél az út, köszi. Jó étvágyat, kedves egészségére. Fogyasszanak. Köszönöm, köszönöm. Fogyasszanak csak. Na jó, valami. Na, szétadom, igen. Így bejön a boltba ilyen két zöld csávó, tudod, nagy gengszterek. Aha. Bejön, és akkor megszól a... Nézd, már eltűnt a bácika. Eltűnt a bácika. Ó, bazd meg. Strong. Nem erre számítasz. Nem. Ha durancsvárolom egy képet a bolt előtt. Várjál, valahogy itt bepózolok, nem tudom. Várjál. Hogy ez a kocsi a legjobb helyen áll. Szarjuk hiszem. Nem tudod, mert be van zárva. Jaj, nagyszerű, jó van akkor. Hát valahogy itt beállok. Csak majd izé mondd, hogy hova álljak. Mehetek csak nyugodtan. Nyitva a bolt. Nyomogatod a képet. Googolgatsz. Hát de mint hogy éppen most mennék be. Az a vagy ott állnak a háttérben. Hát persze. Mi ez a beast? Jaj, bocsáss meg. Nyomod. Hát valami fogyatékos. Itt hagyta. Hát próbálgatom itt a kis izéket, okosságokat vágod. Let's go, baby! Hát azt nem biztos, hogy eltolott a só. Nyomjad akkor, hajrá! Kicsit hátrébb, Rózs. Nyomom, ez már nyomva van. Ja, nem neked mondod, jó? Ha, te só kiállnál a képből, ha megkérhetnek. Köszi szépen! Erőlébb menjek egy kicsit? Bazzik, mi történik itt a show? Sziasztok, ez egy TikTok videó? Nem, csak egy kép, csak egy Insta kép. Várjál, küldöm ja. Neked. Kösz szépen. Köszi szépen, meg is jött. Ezeket csináltam. Let's go, baby. Hát ez jó. Jaj, megint ott van az a kurva izé. Ja, majd durrancs rá valami filtert, azt...
Már mehet is. Le kéne lépni a faszomba, úgy érzem. Szia bátya, jó a szettem! Nagyon aranyos. Mi az, hogy aranyos fel? Tudod, honnan származok a Nike családból. Már mint a Nike családból? Nem, Nike. Ha bevitték a izi, a gyám elvitte a gyerekeket, csak már elmúltam 18, ez engem nem. Aha, jó neked, bátya. Ezt kihagyta. Vágasz. Jó, akkor. Azt mondjuk, öltözködni, ezt nem tanították. A Nike család? Nem Nike, még véletlenül se, a Nike család. Hát tényleg van ilyen. Valószínűleg ők se tudják leírni. Aha, van egy ilyen. Akkor én elmegyek a kocsimért, tudod? És idehozom a cuclit. Jó, nyomj. Háznál találkozom. Oké. Elem még varázsoló úgyis. Yeah. Kinn is van, nagyon jó. Nyomod a házba, a házból mi kell amúgy? Nem tudom, te mondtad, hogy menni akarsz. Ja, nem tudom, mi a fasznak mondtam amúgy. Há, jó van. Kajak, nem tudom. Hallod, Ruiz, a házhoz nem is megyünk szerintem, nem kell onnan semmi amúgy. Akkor jó. Én szerintem lépek, srácok, ha nem gáz. Nyomját, faszi, patkoljuk le a kocsikat. Easy. Na jó van, keleti. Kösz szépen a segítséget. Nincs mit, tesó, nincs mit. Aztán figyelj, már annyi van még amúgy, hogy most jött egy pár ilyen rendelés, hogy majd akarnak tudni nagy tételbe, hogy a Jeep-el, aha, azt meg tudod majd csinálni? Azt mondta, hogy $50 egy fut, mi a szállítás? Amúgy nekem is van nagy kocsim. Attól függ, hogy mi kell, de persze. Jó, van egy Q8-am. Meg amúgy nem tudom, mikor akarják, mindenki azt mondja, hogy nem most, hanem majd valamikor. És akkor tudod, az úgy néz ki, akkor ízé, és akkor tiétek persze, a szállítási díj, az kész. Jó van, tesó, jól van. Jó van, hello, szevasz, tesó. Szevasz, tesó. Szevasz. Szóval, hogy akkor, ja, ez így néz ki, és akkor azt majd, nem tudom, ez még mikor lesz, fogalmam nincs, de csak erre gondoltam, mert akkor így egyszerűbb lenne. Vágom. Szevasz. Szevasz, tüki. Szevasz, tesó. Csá. Tehát nyugodtan szólhatsz, nekem is van egy izém. Mi az? Q8-am, yeah. Ugyanúgy 70 kilós annak is csomagtartója. Teljesen jó. Hoppá, szevasz. Nyomogatod, nyomjad. Nyomom. Szevasz, tesó. Eci, hát nem igaz. Na. Benne van. Jó van, megdumázzuk akkor majd, srácok. Akkor az izé, az föl van írva a közös azokkal a emberkékkel. A bolt az most. Ja. Azt akkor easy. Jó van, király. Okés. Na jó van, dumázzuk majd. Na, oké, csumi. Take it easy, cső. Hello. Na, srácok, hát a stream az mára ennyi volt, viszont azt kell, hogy mondjam, elég jövedelmező kis stream volt ez. Itt azért a bolttal elszórakoztunk egy jó darabig. Leteszem a kocsit az izéhoz. Ide a... mi a faszom ez? A házhoz. És... tehát egész jó pénzt tudtunk szerválni, hála jó Istennek az egészből, jó deal volt. A csávó kifizette nekünk a szállítási költséget, nem kellett volna neki, de mindegy, megtette. Ja, rossz felem vissza a GPS, mindig elfelejtem. Mert itt ugye így föntről kell megközelíteni az objektumot. És hát köszi, hogy ennyien itt voltatok így húsvétkor is. Egyébként arra azt terveztem, hogy húsvét mind három napján, tehát hogy pénteken, szombaton, sőt mind a négy, péntek, szombat, vasárnap is, hétfőn is streamelek. Nem megyünk ott le, bazd meg, ugye vagy? De... hát a betegség miatt úgy alakult, hogy az is csoda volt számomra, vagy csodának tűnt, hogy egyáltalán hétvégén tudok egyáltalán streamelni egyet. De szerencsére meg tudtuk ejteni. Tudom, ez most nem volt túl tartalmas, tehát hogy amúgy is most csak két és fél óra volt, de két és fél óra az volt. És mellette, de mégis azért történtek dolgok, kapcsolatépítés, bizniszek, nagy bizniszek azért történtek. Úgyhogy szerintem amúgy nem volt ez rossz, alakulgatunk, megyünk előre, amennyire tudunk, és csináljuk a dolgokat, ahol mennyire tudjuk. Úgyhogy, ja. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok velem ebben a streamben. Nagyon köszönöm ezt a rengeteg, mindenki nevében ezt a rengeteg subgiftet, rohadt nagy királyok vagytok. Mindenki, aki subgiftet kapott, az is tud nekem jelentkezni egyébként Discord meghívóért, úgyhogy mindenképpen érdemes azt is megtekinteni.
picikét jobban leszek, ugye alapból jön a jobb idő, a nyár, nektek is több időtök lesz streameket nézni, vagy videókat, valószínűleg sokkal több tartalom fog érkezni, meg amúgy a gameplay csatornára is, tehát nem akarom megint azért, hogy csak RP, most egy jó ideje csak RP van, tehát videóban és streamben is, lesz itt más is, jó? Tehát nem csak RP lesz, de látom az RP-re nagyon nagy igény van egyébként, azt én veszem észre, úgyhogy azt nyom, a hétvégi stream az hatodik, ha szakad, én szeretném csinálni. Vagy szombat, vagy vasárnap ez változni fog, lehet, mert attól függ, hogy éppen milyen elfoglaltság jön be a hétre, vagy nem jön be. Úgyhogy ez ennyi meg egy Bambi. White Shark nyereményjáték is lesz a jövőben, úgyhogy ezekre lehet számítani. Úgyhogy ezek vannak, de most még pár napig azért picit még pihengetni fogok szerintem, mert azért még nem vagyok százas, de már sokkal jobban vagyok. Na mindegy is. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, leírásban a linkek ott vannak, ugye Nerdwise szerver, hogyha szeretetek, akkor meg tudjátok tekinteni, jönni a szerverre, szerintem kurva jó, tehát jó a gazdaság, jó minden, úgyhogy szétadjuk, nagyon király, és ez az a heti egyes stream amúgy ez egy egészséges, szerintem teljesen. Úgyhogy, de mondom, a jövőben hogy próbálok tervezgetni, változgatni. Gyűjtögetem össze a terveket, meg a szitukat, meg nem tudom, ötleteket, miket lehetne csinálni. Arra is van van, mindegy, most nem megyek bele. Igyekezni fogok ezzelre, srácok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ennyien. Köszi az új tagoknak, és tényleg a subgifteket még egyszer nagyon köszi, leköteleztetek. Sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán mérem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á